Európa bajnokot még így nem látta ücsörögni itt az összehamuzott lépcsőn. Összehamuzva? Már mindegy neked. Már mindegy. Hogy ez a fura helyzet állt elé, hogy ugye, ahogy megbeszéltük Norbival, megyünk Haramába, az utolsó fordulójára a Kamion Európa bajnokságnak. Jó mondom, a Kamion így mondják? Jó. Track EB, hát még mondjuk, is a Kamion EB-nek nevezzük. Ha? De hát most már Európa bajnok, most már mi lesz akkor az adással? Nem kellett volna. Nem kellett volna szarrá verni mindenkit, az van. Így jött ki. Nagyon örülünk neki, de hát innentől kezdve azt mondta a Norbi nekem a telefonban, hogy tét nélkül lehet menni. És hogy győzöl meg a Olin? Nem, hát persze nem, hát mindig. Én azt szoktam mondani, a versenyzés érdekel engem, meg azt szeretem csinálni úgyis most, hogy az összetett állás, ami, vagy hogy már nyertünk, vagy lezártuk, vagy nem zártuk le, az kevésbé fontos. Persze nyilván jó érzés, meg oké, tudod, hogy az ember... De azért nyugtass meg, hogy nyerni akarsz. Az ember tudja, hogy ki van pipálva. Az jó, de attól még ez a verseny, ez még egy verseny, tudod, és ugye mit szoktak mondani? Mindenki annyit ér, amennyi a legutolsó versenyet, tudod. Hogyha a legutolsó versenyet szar, akkor még megy. Úgyhogy természetesen nyerni akarunk mindig. Abszolút. Jó, hát ez az egész sztori az úgy indult, hogy rögtön 3 órát késik a gépünk, úgyhogy most jó kezdődik. Most egy darabig itt elücsönjük. Igen, már rég mennünk kéne. Már pont menni. Ja, most kéne lassan menjünk, ma mennünk kéne, de még nem. A holnapi nap, ugye ma csütörtök van. Holnap péntek. Holnap nektek már van hivatalos program, vagy ilyen gépátvétel van, vagy mi van ilyenkor? Igen. Technikai gépátvétel van, adminisztratív átvétel van. Ugye a technikai gépátvételen megnézzük a versenyautót, annak a szabályosságát, meg a biztonsági felszereléseit, hogy rendben vannak-e, meg tudod, áramtalanító, meg mit tudom én, tűzoltókészülék, meg biztonsági, meg ülés, meg ilyenek rendben vannak-e. Az adminisztratívon meg ugye a licenszkártyáinkat nézik meg ilyenek. Hányan megyünk egyáltalán? Hányan jöttek most veled, és hányan viszik a teherautót, vagy a versenyautót, versenygépet? Ugye ketten vannak kint, az Imi meg a Misi, ugye ő a két sofőrünk, majd gondolom bemutatjuk őket. Persze. Ők ugye kint vannak már ugye Le Mans óta, mert ők ugye ott maradtak a szerelvényekkel, és ugye ők Le Mansból átvezettek Spanyolországba. Úgyhogy ők ott vannak, és akkor meg egy turnus már kiment, mert ők egy korábbi repülővel mentek, Ibériával azt hiszem, és ők már ott vannak. Szerintem egy, mekkora a csapat? Hárman, vagy hát ilyenkor sok, mert ilyenkor... De ez már azért, mert a vége, a vége díjátadó igen, is igen, lesz. És a díjátadóra jönnek, igen, a csapatból. Hát szinte a boldog, boldogtalant elvisznek az ilyen szemetet is, mint mink vagyunk. és ők már kim vannak, meg most itt vagyunk a reptéren, szerintem kb. Egy 8-9-10. Meg még ti ketten. Na, akkor az népes. Úgyhogy sokan fog menni. Az népes. És mikor lesz a díjátadó? Vasárnap? Az meg vasárnap este, igen. Hoztál fejringet, G? Én is. Lakkos cipő, fekete nadrág, minden van. Nem, annyira vészesen kiöltözés. Hát jó, hát azért nem zsaketbe jöttünk. De szép, jaj. Na nehéz szezonod volt amúgy, ha már így itt vagy, hogy ugye most 5-5-ször nyerted meg ezt a bajnokságot. Ugye ilyenkor két kérdés adódik, hogy a többiek nem unnak-e bele, egyrészt lesz-e még mezőny, illetve hogy mennyire volt nehéz ez az előzőekhez képest? Hát, hogy a többiek hogy vélekednek róla. Mert az elég finoman szólva is domináns vagy ebben. Igen, hát belejöttünk, elég jó lendületet vettünk. De jó ez? Hát nekünk jó. Nektek meg jó? Én nem szóltak, mikor mondjam a mást is nyerni vagyok. Hát van lehetőség itt, ez a sok fordott rajtácsos verseny, meg minden, de hát hogy egyébként van bőven lehetőség. Volt sok. Fel kell lőni a feladat. Hát igen. De egyébként a Johan is mindig ezt mondja egyébként, aki ugye most a második a bajnokságban, valószínűleg második is lesz. És ugye ő 6-szoros Európa bajnok. De te az Albecétivel vagy egy csapatban, úgymond. Igen. Hát papíron. Csak hogy a csapatversenybe be legyünk nevezve, igen. De amúgy két külön gyakorlatilag csapat. Külön csapat, igen. De majd ezt is megmutatjuk, szerintem ott vagyunk én. És a Johan korrekt, ő egyébként 6-szoros Európa bajnok. És az ő 6 Európa bajnoki címéből egyébként végértünk mi is 4-et. Vagy 5-öt, talán 2-t szerzett csak még előtte, mint hogy én elkezdtem itt versenyezni. Vagy akkoriban, 11-ben, 12-ben. Lehet, hogy mind a 6-ot végig szenvedtük. Nincs bennük egy ilyen irítség, vagy egy valami, hát hogy most már azért adja már minket is? A Johan szokta mindig azt mondani, és szerintem tök korrekt minden, hogy mondja, hogy igen, föl van a feladat, dolgozniuk kell, jobb munkát kell végezniük, és úgy kell tudjanak megvenni bennünket, hogy
jobb munkát végeznek. De nincs olyan, mint a Forma 1-ben, hogy bele-bele nyúlkálunk a szabályokba, csak azért, hogy ne legyen egy csapat domináns. Van egy pici mozgolódás, csak mivel, hogy ugye itt a csapatok nagyon költségérzékenyek, meg ugye a mezőny is azért az elmúlt években csökkent. Ezért hát ugye nagyon... három gyártó maradt, Mans, Scania, Iveco. Igen, de hát ezek is csak privát, illetve az Iveco-nál van valami gyári támogatás, de a többiek azok privát. A Mercedes az még vonult ki? Hát ők már 2003-ban vagy 2004-ben befejezték, mert hogy... Hát, bocs, én a régen az emlékekből táplálkozom, mert ott még az 10 tudom pontosan, mert nem, igen, nem nagyon akarják konkrétan megfogalmazni, hogy miért, de hogy akkoriban szűnt meg ugye ez a szuper racetrack kategória, amit még ugye a Eurosport közvetített, meg minden. Igen. Ami ilyen irgalmatlan drága kategória volt. És a Mercedes-Benz azért szállt ki akkor, mert hogy hát az űrtechnika volt. Az űrtechnika volt, és ez nagyon drága volt, és akkor arra mondták, hogy ez már nem ér. Szóval akkor nem szólnak bele, meg nem nyomasztanak ezzel, hogy vegyél hát, vissza. Próbálkoznak, mert most például volt tavaly, hogy legyen náluk is ilyen balance of performance. Mint ami van a túrautó, meg mit tudom én, ami tökrenség, mert állandóan csak tudod, összevesznek rajta a csapatok, a gyártók, tudod, igen. Hát volt, hogy a Norbiék is nem mentek valamelyik verseny hétvégén, mert nem tetszett nekik, vagy a gyártónak, tudod, vagy nem tudom én kinek, és akkor bolykottálták a futamot. Viszont a hegyen például tök jó megvonulva a performance faktor. Na majd esélye lehet, hogy... Nem Norbitól tudom, hogy ott jó ki van találva, de nagyon kevés helyen sikerült. Hát meg főleg a kamionban meg nehéz, mert hogy ugye most 5300 kiló, most beleraksz 50 kilót, vagy 100 kilót, vagy 200-at, viszek egy utas magammal, nem történik semmi. Mert hogy ez nagyon nehéz visszafogni. És nehéz és volt ez a szezon az előzőekhez képest? Vagy inkább könnyebb? Hát lendületben vagyunk. Aha. És amikor... Jó a flow. Igen. Jó az autó. Ugye 2020 óta ugyanaz az autóval megyünk, és minden évben picit fejleszgetjük, javítgatjuk az éves tapasztalat alapján, azért mindig egy picit előre tudtunk lépni. És amikor oda megyünk az első verseny hétvégére, akkor derül ki igazán, hogy ilyen közös teszt nem nagyon van, vagy hát a Johannék szerveznek az ő ügyfélkörének ilyen közös teszt, az első verseny, de oda nem szoktunk elmenni, és az első versenyen van az, amikor először találkozunk. És ott, ki mit csinált a télen? Igen, hogy ki mit csinált a télen, és amikor az első versenyen látjuk, hogy jól sikerült, és nyerünk, és mondjuk van egy jó előnyünk, akkor az megnyugtató. Mert akkor az is tapasztalat, azért most én is 12. éve csinálom, hogy azért szezon közben ezt nagyon nehéz megfordítani. Nagyon-nagyon nehéz megfordítani. Arra nincs, meg nincs. Az apparátus. Hát egyrészt ötlet, hogy most mitől gyorsabb a másik, vagy van-e valami saját ötleted, hogy mitől tudsz gyorsabb lenni, lemásolod a másikat? Vagy valamelyik saját ötletedet próbáld inkább erőltetni, hogy megcsinálni, hogy azzal legyen gyorsabb. És hát ugye ez mind pénz, amit itt mondasz. És ez pénz, meg idő. És ugye a szezon első felé is gyorsan lepörög, mert ugye ott májusban, júniusban, júliusban lemegy négy verseny hétvége, már 2,5 hónap alatt lemegy négy verseny hétvége, utána van az augusztusi nyári szünet, és akkor utána itt meg a szezon második felében ugye 6 hét alatt megy le négy verseny hétvége. Ez ugye ez augusztus 28-29-én voltunk Csehországban, most meg ugye itt október 1-3-ában befejezzük, és közben azért lement. Ugye voltunk Csehországban, Belgiumban, Franciaországban, most már is Spanyolországban. De nincs idő. Mm-hmm. Nekünk haza se jön a cucc, de hogy bepakoltuk mi a kamionokat Csehországra. Azóta kis, azóta ott hattok benne. Szezon második felére. És azóta annyi, de hogy hát Csehországban még hazajöttünk. De aztán, ahogy elmentünk Belgiumba, onnan már haza se jött a szerelvény, helyen utána már végig kint volt. Mert utána mi már nem is... Mi biztos nem tudnánk reagálni. Mert hogy mi hol, nem is vagyunk a műhelyben. De a németeknek ez egy picit könnyebb, mert őnekik ugye ott... Ugye földrajzilag közelebb van. És ők visszamennek a műhelybe itt a versenyek között. De hát... És most mit tudsz csinálni egy hét alatt? Nagy csodát nem tudsz, úgyhogy... Így, ahogy idén is elindult a szezon, csak hogy végre válaszoljak a kérdésedre. Egyébként egy óráig tudok sztorizni, tudod, hogy ez egész. Jó, nem van. Ahogy lement az első verseny hétvége, ahol ugye mentünk szárazon is, mentünk esőbe is, esőbe ráadásul még nagyobbnak tűnt az előnyünk, mint szárazon. Ez egy picit megnyugtató volt, és akkor azért éreztük, hogy oké, talán nem lesz nagy gond ebben a szezonban, de persze egy kieséssel nyitottunk. Ugye négy verseny hétvége volt, az egyiken kiestünk, pont vezető helyről. De hát gyorsak voltunk attól még, csak hát a megbízhatóság azért az fontos, úgyhogy az egy picit vesztettünk valamennyi pontot, de láttuk azt, hogy gyorsak vagyunk, és hogyha nem esünk ki vagy valami, akkor rendben lesz. Na jó, és akkor ilyenkor, és akkor innentől mondjad? Csak oda kell figyelni arra, hogy tudod, hogy mindig alaposak legyünk, precízek legyünk, a karbantartás rendben legyen,
a beállítás rendben legyen, mert azért tudod, megyünk az autóval, ugratunk át minden kerékvetőn, tökön, babon, tudod, azért de ez neked nem tudod, baj. Elhajlik, tönkre megy, mert nem tudom, és azt azért figyelni kell, méregetni kell a futóművet, stb. És akkor, ha ezeket csináljuk, akkor verseny hétvégéről általában jót tudunk menni. És ez működött. Nem akarom azt mondani, tudod, hogy könnyű volt az idei szezon, mert sose könnyű. Jó, hát meg kell küzdeni. Lehet, hogy kívülről könnyűnek tűnik, de azért ezt végig kell csinálni. Hát meg ott vannak a pályán a többiek mellett. Ilyenkor talán nekem, mint pilóta egy kicsit könnyebb, de a csapatnak, a srácoknak ugyanolyan nehéz, mint hogyha bármi történne, mert az ő munkájuk ugyanaz. Igen, de megvan az elégtétel, baszki. Azért csapatsport, ahogy el is mondtam. Remélem, hogy örülnek neki, igen. És... Szóval nem könnyű, mert ugyanúgy kívásokat te meg végig kell csinálni, meg nem szabad elrontani. Igen, igazából a hiba az nem fér bele. Ugyanúgy az ember tudod bármikor elronthat bármit. Én is pilóta oldalon, mint hogy Lománba is rajtokat bénáztam össze-vissza, de ilyen hajszál hiány volt szerintem, hogy nem büntettek meg Lománba a rajtoknál. Ebben mozdultál? És, hát igen, meg ilyen... Ja. Meg átléptem majdnem a sebességet, ami ugye 50-70 között kell menni a rajtnál, és ha átléped, akkor megbüntetnek, és ilyen, nem is tudom, tehát hogy... Bele nyalt a 71-be? Hát a mi mérésünk szerint igen, de ők nem vették észre, szóval, és akkor simán tudod, kiszabnak egy átlétásos büntetést, és a győzelem nem tudod, tudod. Úgyhogy én is nagyon könnyen el tudom rontani, meg hát nagy a nyomás a csapatom, mert ugye... Yeah. Szerelői oldalról is van rengeteg egy, helyen. Van egy csomó dolog, amit nem kérdeztem meg tőled még a múltkor a kamion találkozón, de majd most, amikor ott állunk a gép mellett, meg hoztam neked egy motivációs matricát is, na. Azt majd fölnyáljuk rá. De hát ez van, megyünk Haramába, amúgy 1967 óta versenypálya. Forma 1 is volt rajta. Bizony, Hugenholz tervezte a kis Suzukát, illetve Zandvoortot, és ha megnézed, azt hiszem a Portágó kanyar, az pont olyan, mint a 130R Suzukában. Ilyen változó rádiuszú, szűkülő kanyár, az a fenti, hogy is még a Bugatti sikán után háromban, azt hiszem úgy van. Van ott a Bugatti rész, nagyon érdekes egy pálya. Nem tudom, hogy melyik kanyar név alapján, de... 8, 9, 10, 11-es kanyár, egy ilyen hosszú, jobbos, dupla-töréses kanyár, amiről... Ugye az utolsó előtti alapján. Alfonso de Portágóról nevezték el, akiről majd mesélek neked. És döntött is. Itt döntött is, és zseniális pálya. Csak ugye most már nem rendeznek ott Forma 1-es versenyt, ahogy Jerezbe sem. Helyette van Barcelona mellett a Catalán Grand Prix, de mindig is Jarama volt a királyi pálya, mert ez Madrid mellett van. És ez egy jó. Neked ezt szeretem. Jó, szeretem. Szeretem. Hát most nyilván... Meg zseniális, ezek 30 fokon, jó a hangulat, jók a kaják, jók a borok. Spanyolország jó. Jaj. Szeretjük mi is. Na, úgyhogy tiplizünk innen, egyelőre nem a Lével Malibura, hanem a teherautóval Spanyolországba. Clear to land, one left. 2938, runway one left, clear to land. Megjöttünk. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Mennyi az idő? 22:54. Átvesszük a bérautót. Hát jó, most a felni az brettes. Itt ott le van karcolva egy remek... Mi a tököm ez? T-rock. T-rock. Bal hátsó. T-cross. Hát ez nyílik érdekes módon. Nem, most... Aha. Kicsit szorul, de nem baj. Volkswagen T-cross. Jó, ez G. Gazolina. Eddig csukódik. Van rajta karc? Van. Van, de már körbefotózta Pityu, mert aztán ránk haték azzal. Ránk éget. Hotel SB Express Madrid Norte. Madrid Észak. Norte szerintem az Észak. Az innen 17 perc. És onnan megyünk aztán holnap. Miután megreggeliztünk.
bedobunk egy kávét, meg egy krémest. Bedobunk egy, hát meg ki is dobunk. Nézd, nézd, látod, valakinek fordított. Azt itt jó csinálni az iroda előtt, amit csinálsz. Persze, persze. Ride program, ride program. 4000-nél tiltott. Na, halad. Lámpát, lámpát kapcsolj, paraszt. Jó. Jó arcok, nagyon jó felek a srácok. Úgyhogy ők mennek ki a pályára, mert ők ott alszónak, 12 embernek van elhelyezése a kamionba, aránylag normálisan. Hívták reggelizni, de mi megreggelizünk a szállodába. Holnap még nagyon nem fog történni semmi, gépátvétel vagy minden, viszont a Norbival körbejárjuk a pedokot. Pszichológiai hadviselést folytatunk az ellenfelekkel szemben. Mindenki oda megy. De nekik már minek? Ő ellenük már hiába. De a végig, már megvan a szológia. El kell venni a falig, a végig kell, hogy érezzék. De hogy jó érezzék, amikor egyszerű utoljára. A nyomást meg a törődést. Rohadt fáradt vagyok ám. A gyerekek sírtak felváltva, szegények. Szülőknek mondom innen, hogy a gyerek azért sír a repülőfél, meg leszálláskor, ugye fáj a füle. Fáj a füle, igen. Olyankor vagy ki kell szívni a fülét, vagy bele kell fújni kicsit a dobhártyát, megmozgatni, inkább így. Vagy befogod az orrát, akkor befelé sírsz, akkor kipattan a dobhártyát, akkor jó lesz. Na, menjünk a T-Rockkal, gyere! Let's go! Let's go! Nézzük meg, van-e benne Android autó, azt akkor tudunk, ne alig átolkodni. Szőnyeg az nincs benne, az biztos. Hát de szőnyeg. Pályán még nem voltunk, de már bonyodalomba ütköztünk. Mi történt? Gyuluska! Mit itt a Gyuluska? Szerintem semmit az jól aludtál? Jó aludtam, szét kellett húzni az ágyat, a francia ágyat két felé, mert ne bújjon már nehogy össze. Már. Nehogy már két férfi test összetapadjon. Az van, hogy ugye ez itt az akkreditációs központ. Ez a kis Bauhausos bódé, ami teljesen rendben van. A nagyobbik gond az, hogy a srác listáján nem vagyunk rajta, de a bajnokság sajtósának a listáján rajta vagyunk, úgyhogy most ő szól oda a srác főnökének, aki leszól ide a srácnak, hogy igen, ezek mink vagyunk, és be vagyunk regisztrálva, bármennyire nem találja a nevünket. És gyönyörű szép, tényleg angol jellegű kis villapark van itt a pálya körül, gyönyörűen vágott sövénnyel, szuper kis téglás házakkal. Nagyon jó néz ki, nem GS, nézegettük, hogy És hát szuper kedves mindenki. Nem tudnak nagyon angolul, de elmagyaráztak kézzel, abba ide menjél, oda menjél. Ó, szenyor, itt ez úgy. Rendesek voltak. Rendesek voltak nagyon. Úgyhogy most itt ülünk és várunk, hogy bejussunk a Norbiékhoz, akik már bent vannak, ők ugye itt aludtak a pályán. És aztán körbejárjuk a pedokot. Körbejárjuk a pedokot, megnézzük az ellenfeleket, meg mindent. Elszóljuk az átkot. Elszóljuk az átkot. Húgyos seprűvel megcsapkodunk mindent. És kész. Meg kap egy lóerőnövelő matricát a Norbi, mert azt hoztam neki otthonról. Ha már spanyolba gyövünk. Meg tudod mutatni? Már ha felraktuk. Nem. Csak hogy legyen tisztában a helyzettel mindenki. De jó, szuper, hát nincsen semmi gond. Elüdögélünk itt, süt a nap, 30 fok van. Nem látni igazán idegbeteg szívbelyes embert itt Spanyolországban, nem? G? Nem nagyon. Mama reggel jött a boltba, megvette a heringet. A palacsintát, meg a két sört, kedélyesen elbeszélgettek a kasszáson, azt ment a dolgára. Imádlan. Fejlemény van. Fejlemény van. Megjött felmentősereg. Megjött a felmentősereg. Amit láthattátok, hozott nekünk sört. Hát elhoztál saját belépőjüket, mert most jött, hoztak el egy listát, de még azon mindig nem vagyunk rajta, úgyhogy már szarunk bele, azt felmegyünk ezzel. Csak mozogni lesz macerás, mert így ez most a Mártié, a Norbi kedvesé, jó, neked valami csapat belépőd van. Hát ha már bent vagyunk, akkor már gól. Loptad? Láttam, hogy csak az utcélem. Ja? Azt hittem, hogy ilyen ingyenesen elhoztam. Hát az, végül is elhoztad. Nem. Ító Magyarország. Szponzoráció. Ennyi. Hát tényleg az övék? Nekünk is kell. Ne, az a kérdés, nekünk miért nincs? Így van. Bienvenido, Harama. Buenas. Hola. Vale, adelante. Ahí a la izquierda, ¿vale? Venga, venimos. Aquí. F en Norbi. Push. Ajá.
Kordvai Istvánnak. Látod? Mert ha veszel telket, Skóciában 15. század óta van egy olyan törvény, amit még nem írtak át, hogy akkor teked jarra Lord megszólítás. Van nekem ma három ilyen telkem, akkora nagyobb, mint ez a kamion. Mindent lehet rá csinálni, csak építkezni nem. De a lakóautól odaállhatsz, eltemethetnek ott, örökölhető, meg minden, csak építkezni nem szabad. Így mentik meg azt a természeti részt, azt a parkot, hogy szétszabdalják több ezer kis telekre, hogy szétárulják a neten. És onnantól kezdve te egyben a büdös életben nem tudod megvenni, hogy oda te felhúzzál egy lakóparkot. Okos, nem? Jaj. Okay. Figyelj, Esteban del Pelo. Esteban del Pelo veled van. Ő egy spanyol, nem stílus. Ez én vagyok, már hogyne? Hatalmas nagy tavarrak rendet a világban. Mert ahhoz, hogy az élen mennyi kamionversenyen mi kell, hatalmas. De ez nem izé, nem gyerekjáték, nem ki a pikantó kupa, meg. Ide ember kell, nem kisgatya. Ebből érteni fognak, nézd meg. Megkérdezik ki az, akkor add meg a számom. Miért a híres Esteban del Pelo? Mindenki ideges, mindenki feszült. Kezdesz belejönni ebbe, hallod? Na hát itt vagyunk a csapatnál, most már egy jó ideje. Csak eddig tartott, amíg összevakartuk magunkat, mert nagyon sok volt a dolog. Le kellett most a kamiont, kellett inni egy sört, egy jégert, még egy jégert, még egy sört. Rántott hús volt, finom leves volt, minden. Azért ezzel megy az idő. Minden föld jó. Hát, igen, most pénteken azért nincs nagy hajtás. Azt ezen mondtam, a hogy nem nincs. Kell szögelni a gépet, az mindig jó. Hát igen, ugye egyrészt ezek a hétvégék itt a végén, Le Mans, meg harmadik, picit más, mint a többi, mert ez a két hétvége, ahol pénteken nincsen se időmér edzés, se szabad edzés, se semmi. Legtöbb hétvégén azért pénteken általában már megyünk, legalább valami szabad edzés van. Van, ahol időmér edzés is van, de itt nincsen, hanem ez a kétnapos hétvégék. Meg mivel, hogy ugye kihagytuk a felszerelést Le Mans után, azért ott Le Mans után hétfőn a srácok már dolgoztak rajta, meg vasárnap este. Már nagyon sokat foglalkoztak vele. Jó, hát ez fék, meg mindenki lecserélve rajta, meg így az általános karbantartás meg csinálva. És akkor most még az utolsó simításokat itt megcsinálták, és akkor... De hát ugye nem csak a gép van, ezt mondjuk el mindenki másnak, nem csak a gép, hanem... Ezt nem a jóisten rajzolta itt, szóval azért nézzétek meg, gyerek, nézzétek meg kintről, hogy így kell kinézni rendesen egy professzionális csapatnak, hogy valahogy kinéz az egész, hogy jó ránézni. Nézzétek meg! Büszkén leng a magyar zászló. Szépen van tető, teherautó, konyharész. Azért ez nagyon profi, öregem. Próbálok megtenni mindent. Azért ez nagyon pró, meg jól néz ki a gép is. És hát ugye itt, most egyébként itt a harmai képülésünk tekintetében meg különösen nagy tisztelet jár ugye a két sofőrünknek, Iminek meg Misinek, akik ugye most ott vannak a konyhában. Igen, és ott töltözik bent. Most már benne lettél, már mindegy. Már benne voltál a tévében. Hiszen ők ugye Le Mansba ott maradtak, mi hazarepültünk, átvezették ide a szerelvényt, ők már itt voltak szerdán este. Mi meg csak ugye csütörtök este jöttünk, és mire ugye a csapat maradék része ideért repülővel, addig ők kipakoltak mindent, felállították a sátrat, elővettek mindent, de hát, hogy két hős kaptunk segítséget nyilván másik csapatoktól, mert ugye a sátor felállítása az kell 1, 2, 3, 4, 5 ember, mert ugye 5 lába van. Aha. Úgyhogy kaptak egy kicsi segítséget a sátor feltásában, de hát attól még az összes többi mindent ők pakolták, kivették elő meg mindent. És hát ezért mondtuk este, azt, hogy ez csapatjáték, ti már készre jöttetek be tegnap. Tegnap este megérkeztünk, addigra már szinte 100%-os volt a sátortábor, úgyhogy Ibi meg Misi, két hős. Hibátlan. Nézzük meg, hogy igazából mi az, ami más, mint az autósportban. Ugye elsősorban nektek nagyon sok levegőre van szükségetek, azért van itt igen, mindenhol. Igen. Levegő csatlakozó. Levegős, igen. Meg hát ugye magában az autóban is ott... egy csomó minden levegővel megy. Hát gyere, vezess körbe, mutasd meg, hol éltek, hol laktok, hol állszotok, hol esztek. Na, hát te vagy itthon. Nem szeretünk hotelba járni nagyon, mert hogy megy vele a csomó idő, meg pénz, meg minden, meg reggel, este.
ezért itt szeretünk aludni. Úgyhogy én is itt alszok, a kamionba alszunk, ott menekül a Márti. Márti a Norbi szebbik fele, hogyha lehet így mondani. Igen. Norbi is egy nagyon szép ember, de azért a lányokat még mindig jobban szeretjük. Itt az egyik kamiont kapjuk meg mi. Nagyon frankó. Ebbe alszunk ketten a Mártival. Én alszok alul, Márti fölül az emeletes ágyon. És akkor itt öltözött meg minden. Aha, és akkor a pálya WC-t, pályazuhanyzót használjuk, aminek mondjuk a Márti nem örül annyira, de hát... Lemondásokkal jár az élsport. Kompromisszumokkal, igen. Akkor és akkor az Ibi meg a Misi, ugye ők meg összeköltöznek ott a másik kamionba. Ibi meg a Misi a másikba. És akkor a többieknek pedig itt van bent helye a... Azt mutassuk meg. Összesen hányan fértek itt el? A látványért nem vállalok felelősséget, de... Nem, a fiúk nagyon rendet tartanak, szóval azért hát ez így működik. Ez belső, ott tud aludni egy ember a pótalkatrészek társaságában. Ezt akartam kérdezni, de erre térjünk ki. Szóval azért hoztok mindent magatok, mert nézzem, milyen szép rend van, ez csak így lehet. Meg itt van a használt maradék Le Mansból. Ez megrágta a cica. Ezt egy picit meg. És akkor itt meg van kialakítva egy ilyen direkt alvó rész. Azt a mindenit, gyere nézd meg, G! Az nagyon de egyébként klímás. Nézd mi? Oda nézd, micsoda rendben. Rendet rágták, mert tudták, hogy jövünk. De nézd meg, klímás öregem. Ott is klíma, persze, minden szekrények, mindenkinek van kis fakja, meg kis konnektorja, meg minden. Tudnak tölteni, meg pakolni maguknak. Jó, azért úgyis tudjuk, hogy reggelre oroszlánszak van, ahol hat férfi alszik összezárva az ének. Biztosan, persze. Megy a szivatás, de nagyon pró. És ezzel rengeteg időt spóroltok. Igen. És hát meg itt vagyunk a helyszínen. Ó, nézd meg a magyar gógyi G! Ebbe lehet tartani a hosszúkas dolgokat a kápércsövőben. Zászlótartó. A zászlótartó. De zseniális. Ugye ez a sok beach flag, ami van kirakva a szponzorainknak. Mólos beach flag. Az. Révészes beach flag. Hát ami kell, hát baszki, hát nem a jó Isten rakja össze a pénzt. Mi hát, van még? Nyilván. Kecános beach flagünk is van minden, még. Meg mi van még? Élni. És akkor azok oda vannak berekfogni. Nagyon jó. Van aggregátorotok? Aggregátorunk? Az... Hát amíg áramfejlesztő. Nem, nincsen. Áramfejlesztőt? A pályáit használjátok? Pálya elektromos rendszerre csatlakozunk rá, meg a pálya vízrendszerre csatlakozunk rá, és akkor azt használjuk. Aha. Kompresszorunk van. Vagy kompresszorotokban. Amivel magunktunk mennyi alkatrészt hoztok magatokkal? Mert ugye az oké, hogy kamionverseny, de nagy kamion, nagy autó, nagy alkatrészek. Hát ott benne már ugye láttatok párat, de egyébként próbálunk hozni magunkkal minél több mindent. Hát ugye azért komplett autót nem tudunk építeni, mert tartalék fülke nincs nálunk. Mi az, ami nincs? Fülke meg alváz? Fülke meg alváz, az biztos nincs nálunk, de egyébként hidak vannak, rúgok vannak, lengéscsapítók vannak, fékek vannak, ilyen tartályok vannak, meg kicsi alkatrészek vannak. Úgyhogy hát azért egy komolyabb törést meg tudunk javítani. Műanyagból ugye rengeteg van. Na, és akkor itt vagyunk, az van egy ilyen középső. Meg hát fel vagyunk készülve gyártásra egyébként. Tehát, hogy vannak nálunk olyan szerszámok, hegesztő, meg vágó, meg olyan fém alapanyagok, meg minden. Mutasd meg! Amivel a hegesztőt? Hát, hol van? Hát, ott van a kis MIG-welder, nézd csak! Azért bemutatnám a csapatomat. A pisztelyi kedvence. Jambon, déjà vu, soufflé, chocolat de mousse és chevalier. Nekem mutassuk be a csapatot? Igen, mutassuk be a csapatot. Kezdjük innen. Bakó Csabi a versenymérnököm. Csabi, jól fésült Csaba, kimért Csaba? Kimért, csendes Csaba. Csabi. Csabit amúgy tényleg nagyon régen ismerem, de most derült ki, mert nagyon régen együtt autóztuk, még amikor még lehetett olyan helyeken, ahol akkor is tilos volt. Mikor még volt hó. Pap Zsolti. Pap Zsolti. A Révész Transznak a technikai. Ő az ember, aki mindig mosolyog. Legjobb. Kecán Pisti. Nincs idegesség. Vasvári Dani. És Pap Mario. Ő pedig a Zsoltinak a fia, és egyébként színe ott dolgozik a Révész Transznál. Az előbb őt küldtétek el a Fyront kulcsai szegényben. ők a jelenlévők, de hát azért vannak még szerte. Hoppa. És csak csendes Don. Meg hát itt vannak a versenygumik, én ezt kérdeztem tőled, hogy van rendes versenygumi, mert ugye erről adósok maradtunk a nézőknek. Igen. Hogy a Goodyear gyárt versenygumit teherautó versenyhez. Igen, kifejezetten. Most már jó pár év vagy 10 éve a Goodyear a kötelező beszállítója. A Kamion EB-nek ugye nem lehet más gumival menni, és ők pedig kifejlesztették ezt a típust nekünk, ami mintázatában, meg szerkezetében is a Kamion EB-re van, hogy bírja ezt a megterhelést. Nagyon régen nagyon sok gond volt ilyen szétszakadó gumikkal, meg leszakadó futófelülettel, hát meg ilyen durdefektekkel, meg minden, igen, veszélyes volt. És akkor bevezették ezt, és a Goodyear pedig megtette azt a lépést, hogy centrírozni nem kell? Mi szoktuk. Szoktátok? Mert hogy az hát... Ezt itt? Hol az anyámba centrírozott? Otthon. Otthon. Otthon, igen. Ezek nem a számok, amiket láttok, ez a
centírozásnak a... Na látod, a jégeres poharat felrúgtad, mert valaki ott hette a földön, oda kaptam, bocsánat. Mert ott állt kívül. Mi, ne mutogassál, ne. És akkor itt van. Te ütél ott az előbb, nem? Igen, hát persze. És akkor itt van a mese, már nem hétre van dolgozunk, hanem hegesztő. Rendes hegesztő. Igen. Látom, hogy tudom mindent hegeszteni. Is van helye. Igen, OMG, very big flex. De hogy igen, de hogy fel vagyunk készül, hogy bizonyos kisebb fémalkatrészeket itt azért... Volt már olyan, hogy kellett itt gyártani, meg minden? Hát ilyen tartálytartókat, meg ezt, kis konzol, nagy konzol azért, jaj. Jó, ez nagyon szuper. És akkor ott meg van egy étkező, meg egy koly. Ó, hát ott vannak a csodák, ott nagyon finomat főznek a fiúk. Szamovár. Ez például egy tök jó ötlet, ez Zsoltának az ötlete volt, mert hogy képzeld azt a szituációt, amikor vége van egy versenynek, vagy egy időmérjegyzésnek, és akkor bejövünk a kamionokkal, akkor ugye pár fermé van, és akkor, akkor nem lehet hozzányúlni az autóhoz. Igen. Csak egyszer csak szólnak a rádió, hogy pár fermé vége, és mondjuk van egy órád a következő versenyig. És akkor mindenki ugye elkezd dolgozni, kereket csinál, meg minden, meg ugye mindenki rádugja a vizet az autójára, megnyitja a csapot, és akkor itt elkezdi az egész mezőny folyatni a vizet az autójába. És nem jön. És ugye ezt mi tök jól kikerültük, mert mi előre föltöltjük magunknak a kis eltartványunkat. És nyomás alatt van, és beletül. És akkor ez itt van, igen, rá van kötve minden, és akkor mi már nem a vízrendszerből kell töltjük az autónkat, hanem itt előre itt van, és bármi történik, ha nincs víz a csapba, mi akkor... Hát ez az, amit keresnek nálatok az ellenfelek mindig, hogy miért vattok jobban. Észre, hogy ki van gondolva, Zsolti kitalálta, és tök ötlet volt, mert ez tök szívás volt. Hibátlan. Egy csomószor, hogy lecsökken a nyomás, azt alig jön a víz. Egy óra alatt nem töltődik föl a 200 liter, meg minden, és közben itt van elő, mindig föltöltjük rögtön, vagy fokozatosan folyamatában, és akkor van víz. És akkor itt meg fönt. Ó, a kis mindjárt, minden, ó, ragyom, kedvedben, hátszottak rész. Innen. Itt is lehet nézni a Entertainment Center. Amúgy hol szoktátok? Inkább a pitvalon van mindenki, vagy a box utcában? Kint vagy... szoktak lenni, srácok, igen. Van egy garázsotok is meg amúgy ott? Nincs. Hát csak besétálunk a box utcába, és akkor ott mindenki szabadon választott helyen. Ott áll a box utcába, és akkor ott... Majd nézni, mert akkor erre kirekik, hát szerintem biztos itt is lesznek vendégeink, meg minden, úgyhogy szerintem nyugodtan itt maradhatok. A tévé majd bekapcsoljuk a közvetítést, és hát akkor... Hát majd kimegy a pálya mellé, hogyha akar. És akkor nézd meg! Meg hát egy... Öregem azért az egy... Ha nem is annyira kicsi, hát ez egy... Ez nagyon konyha. Profin föl van szerelve, hallom? Jaj. Rendes kávégép. Oh. A palószleves. Palószleves, az volt. Szeretjük. Ja, és akkor itt főznek ránk a srácok, de ez is előre bevásárolnak, meg minden, és akkor itt hozzuk magunkkal. Zseniális. És akkor nem is tudom, hát volt, amikor rengeteg vendégünk volt, 30-40-50 vendégünk egy szponzortól vagy valakitől, akkor ő rájuk is itt meg tudunk főzni, és akkor tudunk eltetni. Van egyébként még egy ilyen sátrunk, mint ez, azt akkor szoktuk felállítani, amikor sok a vendégünk. Aha, és akkor tud lenni kétszer ekkora helyünk, és akkor az egyik alatt áll a versenykamion, a másik alatt meg ugye vendéglátóegység. Nézzünk körbe, nézzük meg hát mondanám, hogy ellenfeleket, de hát ez majd lefutott verseny igazából idénre. De nyilván ezt még meg kell nyerned, ezt muszáj, ezt nem lehet elengedni. Nem szeretünk veszteni. Nézzük meg az ellenfeleket. G, én ezt leállítom innentől kezdve, jó? Ugye alapvetően három márka maradt már a kamion EB-ben, a MAN, az Iveco, meg a Scania. Igaz? Igen, hát és ezek közül is egy gyári támogatásra együtt az Iveco van itt. Az MA-nek ügyfélcsapatok, ugye bérelnünk kell a motort, meg mit tudom én lényegében. A Scaniások meg mondjuk úgy, hogy csak a márka iránti szeretetükből mennek Scaniával, és ők meg maguknak építik a motort, meg, meg mit tudom itt én. Itt például melletted? Louis Recuenco. Aki egyébként nemrég kezdte, egy pár éve kezdte a kamionversenyzést, és azt mondja, hogy Johan Hannal barátkoztak össze, és akkor tőle vett Iveco versenykamiont, és hát azért eddig általában mezőny vége felé szokott menni. De most Le Mans-ba érte el egyébként karrierje legjobb eredményét eddig, hiszen egy fordulatrajtási versenyt meg tudott nyerni. 8. lett, pole pozícióból indulhatott, és utána fordulatrajtásos meg lehozta. Jó, mondjuk a Johan ment mögötte, és azért egy picit, picit segített neki, hogy rendben legyen ez a történet, de hát csak összejött az a futamgyőzelem neki. Hol látod, hogy hol gyengébbek nálatok, hogy ti inkább észre győztök, meg futómű beállítással, meg okossággal, vagy nyers erő? Mert tudom, hogy ez a D26-os motor, ami nektek van, ez jó. Mindenki jó. Ezt szeretné. Hát,
Én azért azt látom, hogy nyersőrőben nincsen nagyon nagy különbség. Most az Iveco-nak gyári versenymotorja van, ők is ugyanezzel a köpcentivel ugyanúgy mennek, amikor megyünk együtt, azért egymás mellett a nagyon nagy különbség nem látszik. Sőt, ugye ők egy kisebb turbóval mennek, vészgétes rendszerrel mennek, úgyhogy még azt mondom, hogy az Iveco-nak a vezethetősége jobb, mint a miénk. Nektek a nagy buflák régi turbóval lehet. Igen, igen, tehát nekik a turbójuk sokkal kisebb, mint a miénk. Aztán lehet, hogy a magas fordulaton meg egy picit a miénk erősebb inkább. Hát ott kell menni. Meg azt látom egyébként, hogy a Scaniák is nagyjából erőben ugyanott vannak, ahol mi vagyunk. Ahol nagyobb különbséget látok, az inkább tudod, féktáv, meg a kanyarok. Meg egyszer-kétszer kigyorsítás. Például esőbe. Jobb vagy? Nekünk az jobban működik. Egyébként Steffi Halm, a mezőny jelenlegi egyetlen női pilótája. Ő... Jól megy? Jól megy, igen. Kb. Akkor kezdte, mikor én. Egyébként a kamionozást előtte is túrautózott. Aha. Így Ausztriában, meg Németországban, ilyen márkakupákban, mint a Mini Challenge, meg mit tudom én, ilyen helyeken ment. És akkor ő is ilyen 2011-12 környékén kezdett el kamionozni, és azóta minden évben itt megy. És hát tudod, nem tudom, fordítatlanításos verseny nyert, szerintem ő is összetettbeli legjobb eredménye, meg szerintem ilyen negyedik, ötödik hely körül lehetett az elmúlt években. Itt van a felvezető kamion, aminek a pilótája a legidegesítőbb ember az egész mezőnyben, mert azt kompítól tudom, hogy egyenésben 60-nal megy, kanyarba 90-nel is. Szeretne. Már nehéz követni. Hát igen, nem. Igen. Dől a fülke, minden leér a tükör. Nézd meg a gumiját fel, ez ilyen. Hát ez még egész jó állapotban, ez valamikor most rakták föl. Ennél, hát, ez az egész jó. Figyelj, volt nagy, hogy ideig le volt kopva neki a márka feliratig, úgyhogy. De így nem lehet vele megbeszélni, hogy figyelj már, hogy... Már volt rólam többször is, de hát nem lehet hatni rá. És akkor mögötte kéne menni szépen formációba. Ja, és akkor igen, minket mindig biztatnak a felvezető körbe, hogy normálisan menjünk, tartsuk a formációt, egyenletes sebességgel menjünk, meg nem tudom micsoda, és akkor a felvezető autó meg össze-vissza megy. Úgyhogy, ja, nehéz itt az Iveco-s csapatok állnak egyébként is egymásnál. Régi nagy kobránál. Igen, és hát Johan Hahn, aki ugye, hát igen, a mostani mezőny. Egyébként ott van Steffi, támasztja a korlátot az ajtónál, és biztos nézik a telemetriát, ott meg a Johan, és próbálják meg kit. Jó, ott a menj oda szerintem, majd megvédünk. Jó, ja, nézik a telemetriát a monitoron, nézd, oda a monitorra, zoomolj rá nekik. Milyen telemetriát nézni? Tavaly? Ez pionázs. Jó fejem úgy, Johan? Jó, igen. Úgyhogy ott látszanak fönn a csillagok a ajtó fölött, hogy hát, mikor, hol, hány Európa-bajnoki címet nyert meg. Úgyhogy nagyon impresszív. Ő a legnagyobb ellenfeled, azt mondhatjuk? Igen, 6-szoros Európa-bajnok, igen, ő a rekordtartó, ő nyerte a legtöbb Európa-bajnoki címet. Úgyhogy látszik, hogy ők is nagyon szép csapattal rendelkeznek, nagyon igényesek mindig, mindenhol a versenyautójuk is mindig nagyon szép. Tehát, hogy abszolút felkészültek. Profik nagyon. Úgyhogy ennél büszkébbek vagyunk rá, hogy le tudjuk őket győzni. Úgyhogy igen, abszolút szoros volt a verseny, mindenképpen vagy? Példamutató, hát szoros, és iránymutató. Azért, mert 19-ből volt a bajnok. Hát... Nem vagy nem. Hát ugye, amikor 14-ben először nyertem az Európa-bajnoki címet, akkor nagyon szoros versenyben sikerült, csak ott az utolsó versenynapon. De aztán a többi Európa-bajnoki címünk a csapattal, meg a csapatokkal, akikkel mentünk, viszonylag magabiztos volt is. 15-ben is nagyon gyorsak voltunk, és nagy előnnyel nyertük a bajnokságot, meg itt az elmúlt években is azt gondolom, hogy elég magabiztosak voltunk, és nagy előnnyel nyertük, úgyhogy egy pici lemaradásban vannak láthatóan, de egy körönként 4-5 tizedes lemaradásuk van általában. Ami meg azért, na, azért elég jó, azért azt lehet építkezni. Összenél, ami összetartozik. Ja. Itt a Dontech Racing csapata, André Kurszim egyébként pont ő az, volt ő régen a csapattársam. Igen? A Mercis csapatban, a Tenku 24-nél, most ő itt versenyen az Iveco-nál. Hi André. Hi. Very good. How are you? Ez meg az övükék, ugye ők is a Johan Hahnékkal dolgoznak együtt, nyilván. Ők németek? Németek ők is, aha. Berliniek. Aha. És ja, hát ők is a Johan Hahnékkal dolgoznak együtt. A Johan építette nekik ezt az autót, meg ő tőle kapnak technikai támogatást, meg ilyenek. És akkor úgy mennek.
Hát nem is tudom, hányadik a bajnokságban most, hatodik, hetedik talán ilyesmi, nem. De látom, hogy nincsenek azért, annyira azért, jó formában. Ez azért akkor is nagy költség, szóval így kijönni, felépíteni, kitelepülni. Persze. Azért itt égeted a 100 ezer eurókat. Hogyne. Hát igen. Mennyi a nevezés most egy versenyen? Ebbé futamra, nem tudod? Tolni. Hát nem is tudom, mert ugye mi leadjuk az éves nevezést az év elején, ami azt hiszem ilyen 4-5 ezer euró, de hogy nem a világ vége. Ott van a teljesen biodízel. Viszont akkor, ha leadod az éves nevezést, akkor viszont az a baj, hogy végig kell menni. Igen. Mert ha nem mész végig, akkor meg büntetéseket szabnak ki rád, meg mit tudom, pénzbüntetéseket, meg ilyenek. Na és akkor ugye ők meg a T-Sport Bernau, ugye a Antonio Albacete a pilóta, és hát ők azok, akikkel igen, beneveztünk együtt a csapatbajnokságba. De látszik, hogy nem egy csapat vagyunk fizikailag, de ugye a csapatbajnokságban lehetséges benevezni. Albacete az egyedül, akire meg én is emlékszem. A kamionversenyzésben, az ő is itt van már. Hát igen, ő is 75 millió éve. Nagyon öreg róka, igen, már ő is szerintem a 90-es évek. Amúgy te itt tanulgattál, dörzsöltebbek tőle, amikor ide kerültél? Hogyne, persze, nagyon sokat. Mert hát nyilván, nem, mikor ide kerültem, nem nagyon tudtam sokat a kamionversenyzésről, csak úgy egyben alap dolgot, amit mondjuk bármelyik interjút meghallgatod a kamionversenyzésről, és akkor tudod, na, azt tudtam én is. De, de azért annál az sokkal mélyebb. Meg főleg, ha meg akarod érteni a technikai dolgokat, meg ha jót akarsz csinálni, és picit a többiek elé akarsz kerülni, akkor azért bele kell merülni. És igen, hát eleinte persze sokat. Figyelj, kémkedtünk, hallgatóztunk, beszélgetéseket, tudod, amikor beszélgetnek egymással a pilóták, tudod, egy-egy ilyen közös rendezvényen, ott mindig tudod, a fülednek nyitva kell lennie, hogy most épp tudod, miről van szó, hogy mit mondanak, hogy tudod, milyen a tapadás, milyen a balansz, vagy mire panaszkodnak. Ebből a szempontból előbben vagyunk, kinek, mert minket a kutya nem minket érti. Nem értenek. Igen, hogy kinek, tudod, hogy kinek mi a baja, kinek mi jó, meg ilyenek. Meg hát nézegetjük sokat a mások autó. Most egyébként én most is nézegettem mindig a többiek autóját, hogy tudod, hogy hátaláltunk benne valami jó ötletet, vagy hát, aki talál valaki valamit, és akkor hogy képbe legyünk, hogy lássuk azt, hogy milyen irányba haladnak a többiek. Ott van a dobogó, reméljük, hogy nem szabad ilyenkor arra sem nézni, meg rá sem mutatni, de reméljük, hogy ott leszünk. Reméljük. Úgyhogy, ja, és egyébként a T-Sport Bernósokkal nagyon jó a viszony. Egyébként mindig segítünk egymásnak alkatrészbe, akármibe, hogy javítani kell az autót. Ez meg az, meg az. Hát az Albacetével nyilván hatalmas ellenfelek voltunk éveken keresztül. Volt sok konfliktus is egyébként köztünk. Tényleg? Hát sokszor kilököttük egymást, én is őt, meg ő is engem. Nem maradt áldósa? Azért az elmúlt, nem. Az elmúlt években. De így, hogy csapattársak vagyunk. Itt is ki van bárgázom a Minorra, de nem annyira, mint nektek. Hát igen, na most. Hát igen, most sokat beszélgettünk erről is. Ugye most volt Technical Working Group, amiről ugye a Csabi mesélt a sztorikat, ahol ugye sokat erről beszélnek, hogy az autó elején hogy lehet kivágni, meg hogy lehet rács, meg hogy nem lehet rács, meg gyári kinézetű legyen-e, vagy ne legyen gyári kinézetű, meg ilyenek, aztán most nézd meg, most ez gyári kinézetű, hagyjuk már. Dehogy is. De neki nem is fekszik a hűtő. Hát ott alul más dolgok lehetnek benned, hogy... Mike Taylor megy az angol bajnokságba is? Ezért szeretjük, igen. Ő egyébként új pilóta, itt az Európa bajnokságon. Az angol bajnokságba ment előtte nagyon-nagyon sokat, és akkor megvette azt az autót. Azt nem cseréltetik ki ilyenkor? Szerintem ilyenkor még nem. Ez még úgy nagyjából belefér. Hey, Marcus, how are you doing? We are doing the shooting. The shooting? Mm-hmm. Yeah. Number one. Thank you. Szóval, hogy ő az angol bajnokságba ment, és akkor megvette. Hozta magával az angol bajnokságos lendületet? Meg a... Mert ott azért tudjuk, hogy úgy túrautóban, mint kamionban. Ja, ütik-vágják egymást. Hát most már idén volt neki egy nagy baleset a Csehországban, de nem mondom, hogy az ő hibája volt. Rajtnál hárman mentek egymás mellett, és ugye összeakadtak, és akkor a végén ő csapódott bele a betonfalba, úgyhogy szegénynek elég összetört az autó, hogy javítani kellett. De egyébként ez a versenyautó, a Sascha Lenz építette ezt a versenyautót, és 2020 egyben második volt vele a bajnokságban. Igen. És azt vette meg. De ez ugyanúgy van, Fülke van motor? Vagy várjál, 2021-ben második, 2022-ben meg harmadik volt ez a kocsi a bajnokságban, és utána vette meg a Mark Taylor a Sasától, a Sasa évedett magának egy újat, csak ez az autó. Még látszik is a zöld bukócső, ugye ez a Sasának a... Emán motor, Emán Fülke. Emán, igen. Olyan. És most egyébként épp motor cseréltek benne, úgy láttam már, hogy lehet, hogy valami motor problémával küzdöttek. Aztán a motor már benne van, a váltó helyén még egy úriember van. Még egyelőre egy úgyhogy úgy látom, hogy
Úgy látom, hogy nekik még dolgozni kell. Savi. How are you? Fine. How are you? Yes, everything is very nice. Jó? Yeah. Na, ez tök jó, hogy így megáll mindenki ismer mindenkit, aki már régen itt meg látod, ide jönnek az FIA képviselők, mindenki lekezel, meg az én a jó ezt látni, ugye magyar gyerekhez jönnek ide. Hát, hogy itt ez gyári, félig meddig. Sorry. No problem, you're gonna be on the telly, no problem. Just to say hello to the champion. Yeah. Xavier a Goodyear-nál dolgozik, ugye ő az, aki a gumikat szereli nekünk, cserélgeti, hát meg a gumisorsolást, ő intézi, meg ilyenek, vagy a gumisorsolás van. Ez is félig meddig gyári csapat? Nem. Ugye Stefan Fász, ő szintén csapattársam volt annak idején a Mercedes Tenkool 24 Racing Teamben. Aztán ugye ott hagyott bennünket, mert elégedetlen volt, meg minden. Majd megfúrta és ellopta a Tenkool 24 szponzorációt attól a Mercedes-es csapattól. Alapított egy saját csapatot, és Scaniát választott márkának, megszerezte magának a Tenkool 24-et szponzornak, meg másokat is. És akkor jön, de privát csapat ők is, a Scaniát meg csak szeretik, nem tudom, és akkor a motort is maguknak építik. Érdekes, mennyivel szélesebb felül a Scania fülke, egy igazi doboz. Az MAN-hez képest sokkal szélesebb. Igen, igen. Nagyobb a szélvédő, minden. Igen. Sarkai élesebbek. Igen, de szépen igényesen megcsinálták. Jól néz ki az egész, meg minden, úgyhogy hát... Mennek is? Kicsit sajnálom, hogy ilyen szponzorlopás árán, de hát... Na mindegy, ez hát ezt nem kívánság műsor. Ezt most hagyjuk, de nem kívánság műsor. Ó, nézd meg az Apollo-t. Egyébként... hát annyira nem mennek jól. Ja. Tehát ugye 8-9-10. Hely környékén próbálkoznak. MAN-es kollégák? Ő Sasha Lenz. Ő is az egyik legnagyobb ellenfelünk az elmúlt évekből, hiszen ugye volt harmadik a tavalyi bajnokságban, előtte volt második. És egyre jobban megy. Honnan szív a motor? Aha. A két ekkora nagy vízvezeték cső van? Ez mi jó az ott úgy? Jó, biztos mindenki így van, próbálkozik különböző technikai megoldásokkal, aztán mi is sokat gondolkozunk ezen, hogy ezt hogy lehet megoldani, csak az a baj, nagyon kevés hely van, tudod normálisan elhelyezni ezeket a légszűrőket, meg a csöveket itt a fülke alatt, és... Ja. Ugye nekünk máshol van, mi levittük a fülke alá a kerék mellé. Mi megpróbáltuk a középső részt teljesen az intercooler hűtésére fordítani. Látod, hogy innentől kezdve a lila kamionban lila ducktépet, akkor tudod vele javítani. Azért látszik, hogy már össze-összeérnek itt a dolgok azért. Ilyenből nem nagyon csináltok ügyet, hogyha így hozzáér egy picit, vagy ja, nem, miatt, az hát ezek a műanyagok fogyóelemek. Ez fogyó. Igazából már mi kell ahhoz, hogy azt érezd, hogy most jó telibe vertek, ahhoz már azért komoly sztori kell, nem? Nézzé, 5 tonnál kütik itt az érmást. Nagyot koppan egyébként, de ha nagyjából egy irányba megyünk, és úgy is összemegyünk, azért az is nagyot koppan, de azt azért, hogy az ember megszokja, meg minden, meg egy csomószor nagyon nem is látszik kívülről, hogy egymásnak mentünk, vagy mi történt, főleg, hogyha a kerék megy a keréknek, akkor a felni látszik meg a kerékcsavarokon, hogy... De nem véletlenül, hányas csőből vannak a lökharítók? 65, 72? 65-ből, igen. Hát azért, azért az fogja. Hát... Egy darabig. Azért el is hajlik könnyen. Aha. Meg elhagyja magával az alvázat, de csomószor ugye az alváz elejére van rácsolva, az első lökhárító. És elhúzza egyszer, alvázat? Kétszer neki mész valakinek, aztán elhajlik az alváz vége is. A lökhárító tartóval, meg a lökhárítóval együtt. Úgyhogy... ja, hát... Tudom, még nem törik el a rugó, meg mit tudom, amit mondtam, hogy a defekt igazából a legveszélyesebb. Most ez, hogy így a futóművet mi annyira nem ütjük el. Nagyon masszív futóműelemek vannak, meg minden, de hát, hogy nagyon nehéz elhajlítani a másiknak a futóművét, úgyhogy ezért emiatt egy picit mindenki bátrabb, picit jobban vállalják ezeket a kontaktokat, a műanyag elemeket, meg hát mindenki próbálja minél olcsóbb anyagokból csinálni, hogy ne legyen, ne kelljen fölöslegesen túl sok pénzt erre költeni, meg minden, úgyhogy ja, azt se jól megy mostanában. Elkezdett szimulátorozni így a Covid alatt, meg nem tudom, és akkor utána látható javulás volt, és akkor... Tényleg a szimulátor nem szólt rajta, gondolod? Hát szerintem igen, vagy hát nem tudom még, hogy mi más csinál, de láthatóan fejlődött a... Hol tudsz egyáltalán edzeni szezonon kívül? Tudsz? Lehet? Hát... Ha van rá pénzed? Lehet, pénz kérdése. Igen, igen. Mert hogy tudod, ki kell menni a kamionnal, pályabérlet, mentő, meg rescue, meg ez az amaz, meg nem tudom, de hát, hogy ki akarsz menni egy... félnapos tesztnapot tartani, az is több millió forint, tehát hogy nem visszük túlzásba általában. Új, de nagyon csillog itt minden öregen. Itt króma krómon. Jaj. Clemens Hecker, ugye a másik Scania-s versenyzőn ketten vannak.
ők is privát csapat, egy német transport cégük van nekik is, és akkor, nem egyforma a két Scania egyébként itt sem, hanem nem dolgoznak együtt, az autó különbözők, a motor, ami bennük van, az is egy picit különböző. Igen? Mert ők is saját maguknak építik a motort, vagy másik, másik ilyen motorkészítő mesternek a segítségével. Aha. Csinálják maguknak a motort, úgyhogy... Ezért is van ilyen, hogy kamion versenymotor építő, vagy ez ilyen... Van egy pár ilyen bevált cég, mint a hát főleg Németországban, túrautózásban, meg a rallycrossban, hogy ez pipó motor, ez ilyen motor. Ez hát nem annyira bevált cégek, mint a személyautózásban, de vannak próbálkozók, vagy próbálkozások. És ugye főleg ugye Németországban, ahol ugye nagy népszerű a kamionversenyzés, meg ugye ott a Benelux országokban szintén nagy népszerű a kamionversenyzés. Semmit eszembe a neve, de azt tudom, hogy ez egy holland cég. Ott most mi történik? Súlyozás van? Az meg igen, az meg ugye az FIA scrutineering, ahol meg ugye az FIA technikai ellenőrök vannak, és akkor ott van a mérleg, nézzük meg a hasmagasságmérő, meg ilyenek. Vannak új belépők amúgy, szóval van jövője úgy a sportágnak? Van, ugye Mark Taylor a 81-es is idén most jön először, az első évét futja, meg ott hátrébb, akikhez most nem mentünk el, a John Newell, a NWT-s csapat, ők is MAN-nel idén most futják az első teljes szezonukat, és akkor még mögötte van a Jamie Anderson, akik szintén MAN-nel mennek, ő nem az első teljes szezonját futja, de... Nincs olyan para, hogy el fog fogni a mezőn? Hát de van, hát most tudod. Szerintem minden bajnokságban van ez a para. Aha. És ez a 13, 14, 15 autó, ezért ez már pont így határosat, hogy kezd kevés lenni. Aztán most megy is ugye az ötletelés, meg próbálnak valami megoldást találni, hogy hogy tudnának több nevezőt behozni. De hát ugye a kamion EB-re nagyon nehéz, mert ha nem vagy benne, ha nem ismered töviről hegyire a technikai szabályzatot, minden, hanem csak ide akarsz jönni, mint egy új csapatként, aki nem ismeri a kamion EB-t, hát annak sok szerencsét, ja. Mert hogy ezt a technikai szabályzatot, szóval ami nekünk van, azt megértse, és hogy abból tudjon építeni egy valami vállalható versenykamiont. Messze van a spanyol mező? Nem annyira vészes. Elsétálunk még oda? Azért ne kell. Ők is még EB-sek. Ezek még EB-sek? Igen. Ők a Rodriguezék. Oj, de jó, hogy szeretnék ilyen. José Eduardo Rodriguez, meg a José, meg az öreg. Hello. Az öreg Rodriguez, meg a fiatal Rodriguez. Ők az egész család. Tehát aki ott ül a lépcsőn, ő a legidősebb. De ez jó valahol. Ő is kamionversenyzett. Sőt, most úgy nézem, menni fognak mind a hárman? Itt van mind a három autójuk. Hát itthon. De hát, hogy a nagyapjuk, ő is versenyzett. A nagyapjuk? A középső, az apjuk, ő is versenyzett, meg most a legfiatalabb srác, aki meg de ez tök ilyen 20 valami éves, ő is versenyez. Úgyhogy egy egész kamionversenyző família. Volt olyan verseny... Mennyire menő már? Valamikor 2013-4 évvel ezelőtt, amikor mind a hárman mentek. Mind a hárman mentek itt az egy mezőnyben, mind a három. Ezek összerakták. Mind a három generáció. Ja. Meg most úgy láttam, most itt van megint mind a három kamionjuk, úgyhogy lehet, hogy megint mind a hárman mennek. Nem is néztem a nevezési listát. Most megyünk megnézni, mert ugye ez az érdekes, ez ütötte meg a fülemet tegnap, amit mondtál, hogy ugye a spanyol bajnokság is most kvázi előfutam nektek. És hát azt mondtad, hogy itt a helyiek azok mindenkivel. Elképesztően. Tökön passzuljon. Igen, elképesztően lelkesek. Azt a mindenit. Meg ott is van valami. Hát az a Volvo Iron Knight. Ezt tudod melyik? Nem. A Volvo Iron Knight-ot nem ismered? Tudod, még forgattak is együtt a VTCC és Volvo-kkal. Ja, azt tudom, de hogy ez az? Az a Björn valaki építette. És akkor ilyen... De az ilyen demo kamion? Aha. Érdemes megnézni. Valami übererős tudsz? Aha. Akkor nézzük meg. 2000 ló erő, vagy nem is tudom. Mi a 2000 ló? Aha. Ja, 2400. Ja, 2400, aha. Azt a élet. Gyere már, nézd már meg ezt a motort, G. Ilyet Volvo-ban nem látsz? Pedig ez Volvo motor. Nem tudom, hogy mi ez. De... Ez gyorsulásra van. Lehet a Speed Record Team. Valami sebességrekordot, vagy gyorsulásrekordot, vagy sebességrekordot csináltak vele. Ugye ez az automata, dupla kuplungos váltó. Itt már van értelme az Aero-nak is. Ez az iShift Dual Clutch van benne. Aha. Nem akarom reklámozni a Volvo-t, mert tőlük se kapunk semmit, de ezután is fogunk. Ja, boy, Overbrink, hát ő is régi kamionversenyző. Ja. És ez ugye mi nálunk nem is lehet biturbó. Egy turbó, két turbó. Azért meg itt lehet, hogy még lesz valahol. Itt van még. Itt van egy kicsi, ott egy kicsi, meg két nagy.
Hát akkor úgy már lehet fújni a motort. Ja. Na ide már kell az aero. Nálunk nem lehet a kamion ebben, nálunk például szabály, hogy csak egy turbód lehet. Tehát nem lehet biturbo, meg mit tudom, milyen rendszereket építeni. Nem, vagy négyet. Jaja, úgyhogy... Jorge Villa és Hozi Villa. Igen. Ezek már helyiek? Igen, igen, helyiek. Szimulátorbajnokságban mentünk együtt velük, a szimulátorbajnokságban egyébként tök jól mennek, aha. Ja, ez igazi faluégi hibátlan, annyira jó, jó a hangulat. Hát egy kicsit még költséghatékonyabban adják elő. De hát Brahibó, nem? Mint ahogy mi. Sokszor. Aha. Ja, persze, persze, hát ők tényleg rajongásból, lelkesedésből. Mennyiben különböznek ezek az autókat ilyeitektől? Hát nézzél rá hátulról, aztán még egyébként szerintem ez itt az egyik legkomolyabb spanyol csapat. Aha. Úgyhogy... Hola! Hello! Hello! Is it okay if you take a look? Ez picit, igen, igen, meg ezek ilyen régen ezek az autók egyébként valószínűleg a kamion elvén futottak, csak valószínűleg valamikor 15-20 évvel ezelőtt, és akkor ott a, lejárt a az ottani maradékokat megvették, és akkor... ez egyébként még, ez is biztos, hogy kamion elbés autó, ezen azért látszik, hogy ez szebb is. Aha. Meg kicsit jobb a kidolgozása. Ezt szerintem még a Lutz Bernau építette valamikor ilyen 2010 környékén. Csak egy pár évet biztos mentek vele az elbén, és akkor ez az autó egyébként azt hiszem mostanában került hozzájuk valamikor. Aha. Egy-két éve, és azóta kezdtek elmenni vele. De a teljesítmény már akkor is megvolt, nem? Meg, de. Hogy? Persze. Sőt, hát azóta fogták vissza a kocsikat, meg minden, mert hogy kisebb szűkítőkkel megyünk már azóta, meg ugye a füstölés sokkal szigorúbban veszik, tehát a füstölt azonnal, tudod, és semmi. Hát itt még nem. Érezhetően el. Ja, itt náluk ezek nem. Jobban füstölnek? Igen. Füstben az előtt. Először is pont a múlt hétvégén gondolkoztam rajta, hogy néztük, ugye Le Mans-ba voltunk, és nézegettem az internetet, minden, és valahol írták, hogy Le Mans-ba a pályacsúcs 2.02 valami. És emlékszem, hogy én is mentem még 2.02-t, meg 0.03-at Le Mans-ba. És most már? 6-7 évvel ezelőtt, 2015-ben meg ilyenek, ugyanazon a vonalvezetésen, és most meg 0.05-öt tudtunk menni. Annyit lassítottak és rajtatok? Hát igen, biztos nyilván a körülmények is, meg nem tudom, meg hogy a motorerőben érezhetően vesztettünk az elmúlt 5-6-7 évben. Aha, szerintem egy 100 lóerőt simán. Aha. Ha. Meg még nyomatékban, meg szerintem még többet. Aha. És ugye ez egy pár másodpercet lassult azért közben a mezőny, ezek a füstöléses szigorítások, meg minden miatt, hogy nem lehetett azért, nem lehet már azért rész nélkül tudott csavarni. Nem akarják, hogy szarul nézzen ki. Mert ez tényleg, mikor elrajtolunk, szarul nézzen ki. Csőrös merci, ja. Sose volt. Gyönyörű. Miért kellene? Ez valami Scania jellegű dolgot, nem? Fogalmas sincs, hogy ez miért. De nagyon beteg. Ez az igazi beteg. Ez az igazi otthoni. Hibátlan. Azt a fülkét nézd meg, tesó, az óóó! 1840-es merci fülke. Otthon még futnak tűzoltóautók ilyenne. Hibátlan. Jó, hát ez egy kezdetlegesebb megoldás, de közelebb van a szériához. Igen, igen. Hát ezek nagyjából szerintem a szériából valamit átalakítgattak. Olyan miénk nem, miénk azok teljesen nulláról versenyre vannak építve, és akkor egy csomó alkatrész már úgy van kitalálva eleve, meg beméretezve, hogy az optimális legyen. Nézd, Gyi, ott is vannak furcsa dolgok még. Iveco. Csőres Iveco. A hangulat az hibátlan. Ez nagyjából mindenki mindenre ezzel tudnám jellemezni, nincs idegesség. Lazít itt pénteken még mindenki, hát hol kapkodjanak? Hibátlan. Amúgy, ha most jó árasítani akarnád, akkor mennyibe kerül most egy versenyképes kamion az EB-n? Vételre? Aha, menjünk is vissza. Hát szerintem a... Menjünk közben. A Johanék, ott is van egy merci, tehát ez is egyébként az mi egyik régi mercink volt, amivel még a tankpoolos időben mentünk. Igen? Aha. Menjünk, mert megveszünk a melegbe. Szóval hát mennyi egy versenykamion. Ugye, minket is most már csomóan megkerestek, hogy szeretnék megvenni a miénket. És gondolkoztunk rajta, hogy hogy tudnánk beárazni például az enyémet, amivel ugye az elmúlt 3 év Európa bajnokságait megnyertük. Igen. És hát nagyon bajba kerültünk vele, mert nagyon nehezen tudjuk beárazni. A Johan, ha minden igaz, Ivecókat ilyen 210-220 ezer euró környékén árul, amiben
nincs benne a motor, hanem az külön költség, ez még plusz költség. És ugye ugyanígy vagyunk mi is a miénkkel, mivel ugye mi is béreljük a motort, mi is ha eladjuk motort, nem tudunk adni mellé. Úgyhogy motor nélküli árat próbálok mi is kalkulálni, és hát nyilván szeretnénk többre tartani az én versenykam, vagy a mi versenykamionunkat, mint a Johannek egy Ivecóját, ami mit tudom én. Értem, világos. Aminek nincs semmi referenciája. Mert a miénknek azért most már elég komoly referenciája, meg hát pedigré van. Úgyhogy, hát, valami ilyesmi, de szerintem ilyen 3-4. Plusz a motor. Meg a többi. Plusz a motor külön. És... meg az alkatrészek, meg a minden. Igen, igen, minden pluszban. Ez csak maga az autó. Én valahova ide lőném az enyémet, aztán persze, hogy nyilván minden annyit ér, amennyire megveszik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valahonnan egyébként, hogyha egyszer eladjuk ezt a versenykamiont, akkor szerintem ilyen 400 000 euró környékéről fogjuk indítani. Aztán meglátjuk, hogy annyit ér valakinek, vagy nem. Na, srácok, hát ennyi volt már a pénteken. Igazából innen a pedokból láttatok mindent, körbejártunk mindent, holnaptól megmásztan élesbe, feszkóval, mindennel. Drukkolhatunk a Norbinak. Mikor lesz az első szabad edzés? Délelőtt? Reggel korán valami 8, valami, sejből időmérő? Nem tudom. Időmérő meg ilyen dél körül. Na, azonban biztos, hogy itt leszünk. Euroleasing. A fejlődés motorja. A műsor támogatója az Axia Kft. Mezőgazdasági és építőipari szolgáltatások szívvel, lélekkel. Az Eurofleet mostantól MHC Mobility. Több évtizedes tapasztalatunkkal, full range flottánkkal és teljes körű szolgáltatásunkkal célunk a jövőben is az, hogy mozgásban tartsuk vállalkozásod. MHC Mobility. A műsor támogatója a Makita. Makita XGT. Új rendszer kiemelkedő teljesítményi feladatokhoz. A műsor támogatója az Arrivabus Kft. Budapesti autóbuszvezető állások désjogosítvánnyal, most azonnali bruttó 500 000 forint egyszeri belépési bónusszal. Arrivabus. Innentől már hegyesbe megyünk. A warm-up, ilyen szabad edzés. Ugye még a Le Mans-i gumik vannak fönt, kerekek. Aztán a időmérőn, meg a két futamon ugyanaz a hatabroncs lehet fel, igen. Annyi, hogy cserélheted a helyzetüket, de mivel ugye a külsők fordítva vannak szerelve, ezért átlóba cserélik meg őket a srácok. 5 bárra felmelegszik a 4-re fújt első kerék, azt kell hátra tenni, másik oldalra, ugye a balos jobban melegszik, mint a jobbos. Ugye az egész napot, vagy az onnantól kezdve, hogy időmérő, a két versenyt ugyanezzel a szettel kell abszolválnod, de cserélgetheted a gumikat, holnap meg ugyanez. Úgyhogy ott van már ez a mostani friss, meg ugye lesz holnapra friss. És ez szombat reggel? Most szombat reggel, hát reggel 10 óra 5 perc van. Menjünk be a Csabival az időmérős boxba. Hogyha egyáltalán számít ez valamit, de legyünk ott, mert ő neki van rádiója, ha valami van, akkor rögtön ott vagyunk a közepébe. Magyarország! Hát figyelj, igazából ez a warm-up, ez most arról szól, hogy bevasalja a fékeket, mert első előfékeket cserélik, igaz? Meg ugye úgy van, hogy ez a vezérlő elektronika, amit a spanyolok menedzselnek? Hát igen, meg a kijelző végül is, ami motoradatokat mutatja. Ahol abban ti nem nyúlhattok bele? Nem tudom. Nem tudtok. Na, kért tőle valamit a Norbi, a srác, tudod, volt két ilyen kis borsodi gyerek, aki dolgozott egy nap laptoppal. Valamit még rakjon ki neki, azt kirakta, de eltűnt mellőle másik pár dolog, úgyhogy most gombolkodás van.
meg fékvasalás. De eljön még a mi időnk, a Tóni is megmondta. Ugye az 1.59.828, ez nem lesz a sokáig. Na, a gyors helyzetjelentés, hát ilyen az, amikor 160-nál megérkezik 5,5 tonna, azért az nem játék, mert innentől kezdve a bírói posztig, meg fölfelé, az 40 meg 40 méter, 80 méteren húzta el a korlátot, úgyhogy ezt most komplett cserélni kell az egészet, oda föl is, és kivágták alóla hidraulikus ollóval, hogy már ne sérüljön jobban, most mentik ki a kamiont, eltört a kormányzásban valami, kormányozhatatlanná vált, és hát ez a szerencsétlen srác, aki ott parkolt, itt az Audi mellett, annak bizony az oldalüvege bánta, vagy egy csavar a korlátból, vagy egy kavics, az be is verte rendesen. Jól látjátok, hogyha még lett volna egy kis lendület, akkor átjön itt a parkoló autókba. Ott a kis drótkerítésnek támaszkodik, most folyik a mentés körülbelül egy fél órája. Ez nem játék, nagyon komoly, ezt a mindenit. Mind a ropi. De megfogta, de pont, éppen csak. Fotózgattál? Főkamerával a gumit. Aha. Ezért megcsipkedik ott a pálya szélét, ahol a rázó körül van. Csak és akkor mondjuk a dupla kerékről látunk egy ilyet. Gabi már azért nagyjából tudod, hogy hol vannak a legforróbb. Nem lenne holnap, nagyon sok büntetőpontot gyűjtött össze Le Mansban is, mert a pálya az neki csak néha van meg, inkább mellette megy. Rengeteg büntetést kapott. Hát ilyen angolosan megy, brit bajnokságból jött, úgy is megy, ahogy ott kell, csak ilyenkor ő kiesik. Zero narancs, mutatom. Ugye, a brit Taylornek most váltócsere, motorcsere után most mondtatják le a pályáról. És pont most mondom itt a Martinak, Norbi kedvesének, hogy szegény Norbinak milyen szar lehet a napon ülni a teherautóba, rohadt melegbe. De mondja, nem gond, mert elaludt. Azért bírom benne, hogy elég csigavér a srác, nem? A többiek ott interjúznak mögötte, meg járkálnak, meg bebólított a kabinba a napon. Most nézd, ott vagyunk el. Ez már megvan, bátya. Büszkék vagyunk rá. És hát most is másféllel gyorsabb, mint bárki másnál. Elhasszik. Olyan kupot vert ő fel, akik most is azon billegnek. Na biztos, hogy elrontották a kört, és amit mondtam, tudod, hogy az első követet elrontod, a gumizat kinyom. Gumi kész. Hát jó, de... Hiába mész már hűtőkört, meg próbálsz már még egy kört. Hát figyelj, egy hátról, egy négyre jött rád az álba szépen. Menjünk ki, mert pár száj mélye van, és gyere, gyere. Hát kizárjunk bennünk.
futamot a fiúkkal. Látjátok, itt vagyunk a Box utcába, és Norbinak hatalmas gondja adódott. Mi a probléma? Beszállt egy légy a fülkébe. Légy van a fülkébe. Vissza kell venni a tempóból, mert hál' Istennek nincsen semmi probléma. Ilyen a gép, nagyon jól összerakták a fiúk. Jó autó, jó pilóta. És az a baj ilyenkor, hogy itt nézem a többiek reakcióját, hát úgy csóválják a fejüket, mert most hol vagyunk? Majdnem 8 kúpot felvert 8 kör alatt, aztán azt nehezen viselik el a többiek. Én nem csodálkoznék, hogy hallod? Köszönöm, hogyha szétszednék az autót a verseny után. Nagyon sokkal, szemtelenül sokkal vagyunk elő, az a baj. Ja, nem baj, jó ez nekünk. Megy a csapat, fordított rajtrács, második futam. Ugye most Norbi a 8. helyről indul, így. Hát mindig ez az izgalmasabb, mert ilyenkor te vagy a gulyásbál krumpli. És hát nagyon kell figyelni arra, hogy ki indul mögüle, ki előle. Ki kell maradni ilyenkor a cirkuszból, de hát Norbi ezt nyilván tudja, hát nagyon régen itt versenyzik már. 7 próbásnak számít, és mondom nektek, hogy annyira hidegvérű a csávó, hogy piros zászló alatt beállult a kamionba. Hát én még ilyet nem láttam. Sasha Lensznek is összegyött az előző futam, pedig volt az ébaja. Na, itt vagyunk. VVS Racing. Ott a Balú. Mindenki a helyén. Az autó egybe van. Norbi is egybe van. Úgy menjen, mintha loptad volna. Mint mindig. Jó van. Nem az enyém. Hát, vigyázz magadra. Na, én úgy gondolom, hogy nincs nagy baj. Közben innen a spanyol helyi tévé közveti üvöltve. Igen, azok ők. És hát a csapatok itt nézik magát a közvetítést, ugyanúgy neten, valamennyi spéttel. Mennyit jöttünk előre egy első kör után? 4 helyet. Mindenki nézi, nézni. Eddig jók vagyunk. Jó, nagyon jó. Magi már az első helyé megy a 4. körbe. Nem, egyszerűen máshogyan autózik, az látszik, máshogy mozog az autóval, sokkal jobban folyatja. Nem porol, semmi, kész. Közben itt már ebben a közvetítésben már látjuk, hogy Norbi megy elő. Most már egyértelműen Balú van előre. Ennyi, az Balú. Nézzük meg, hogy vagy. Ott jönnek. Na, de akkor ez is megvan. 2-2. Eddig jók vagyunk? Nagy főnököm, jók vagyunk eddig? Fő ispánom, vezérem?
Jaj, de jó ezt látni, na. Azért állunk most itt így, mert ez kis Norbi századik győzelme, Töki! Száz, bazdmeg, száz! Na? Meg is felejtettem. De tényleg. Ez a századik? Hát az öreged. Ezt nem a izé cica hozta. A legyek hordták össze. Ezt a nem. Hát jó, itt a kamionában gyorsabban gyűlik, mert ugye 4 futam van egy hétvégén nálunk, úgyhogy itt lehet, hogy hétvégén többet is szereznek. De hát ja, azért sok. És 12 év. Látod az utat, ami magad mögött van? 12 Most év. Még nyilván annyira nem, mint hogyha állszol rá egyet, de... Baszki, 100. Igaz? Én 2011-ben kezdtem a kamionozást. Volt jó pár év, amikor szoktunk, de azért közben beleértünk. Megérte? Ha most húznod kell egy vonalat. Én nagyon szeretem. Sokan kérdezik, hogy jaj, miért nem túrautó, meg ez, meg az, meg a Mazda, mert egyrészt szerintem... De aki ezt kérdezi, az jön el egy versenyre. Hát egyrészt, meg másrészt tudod, szerintem az, hogy, tudod, hogy benne lehetek az autósból, és mehetek úgy, hogy, hogy nem a szüleim fizetik, hanem lehetőségeket kapok meg minden, ez egy ajándék. Így vagy úgy tök mindegy, hogy hol tudsz menni a Suzuki kupába, vagy a kamion EB-n, vagy a túrautó VB-n, vagy a Forma 1-be, érted, hogyha nem megveszed a lehetőséget, hanem kapod a lehetőséget, és akarják, hogy menjél, az sokkal jobb. Hát meg bele is kapaszkodsz. És én erre a részére vagyok a legbüszkébb, hogy úgy lett nekem, igaz, hogy csak a kamion EB-n, de egy olyan karrierem, hogy mi az, hogy csak? Akarták emberek, hogy náluk versenyezzek, és én pedig jöttem és dolgoztam azért, hogy a feladatot meg a célt elérjük, és tanultunk, megtanultuk a kamion EB-t. Az egész csapat kőprofi. És belejöttünk. Idén nagyon kemények voltunk. Az meg mindenhol. Köszönöm. Holnap folytatjuk. Azért itt jól küldik lefelé, na! Új, itt mit kap a fék? Komoly a fék, Dán! Itt mit kap a fék, baszki? Hálad, itt úgy küldik, hogy a gumi fogja őket. Itt nagyon elfordítják, nézd! A 64, annyi éves. És most nem rossz indulat, de tényleg elfáradt, ha már. Gondolom, bele mondták a srácok, hogy ugye a szervópumpa is ugye itt a futómű miatt, de minden miatt a szervószivattyú is ilyen 400 bárokat tol, nagyon sokat kap. Ezt át kell szelepelni, cső átmenőt változtatni, meg minden, mert azért elmegy a szervó, ezt tekerheted. Norbi! Most ugye hűtőkör. Jó néz ki ez a kocsi. De jó néz ki mindegyik. Jó nézek ki ezek a versenykamion, az jó néz ki. Úgyhogy közel van a földhöz. Van egy spoiler, minden. Jó. Kemény volt, nagyon. Ezt a kicsit összeér, azért még senki nem szól, az belefér, az csak műanyag. Ha minden futam után van az éleszek a kökkárítva. Van, az van. Érdemes megfigyelni, hogy a Scaniáknak mekkora széles nagy fülkéjük van. Az MAN-ekhez képest, meg az Ivecohoz képest, mint nagy dobozzal mennek ide, ilyen XXL-es hálófülkével mennének. Hát ez ilyen. De jó néz ki, mindegyik jó néz ki. Na, a véget is ért, úgy látom. A fehér akkor az zászló volt, hogy véget ért a session.
fekete hangyák, nem? A magyarok ezek ilyen összetartók. Hogy állunk, Csabi? Első hely, 6 tizeddel a hám előtt. 6 tized csak? 1,2-ben az 6 millió előtt. Ezt nem láttad jönni, mi? 6 tized az kevés, 6 tized az kevés. Ez nem jó. Nincs mit mesélni, G. Oktatófilm SC. Jó van, de hát a szerénynek kell lenni, persze, nézők nem tudják. Megvolt az időmérő. Norbi 2 tizeddel ment gyorsabbat, mint tegnap. És ez megvan. Mi volt a taktikád? Hát... Push it to the limit. Győzelem, egy gázpedál van benne. Azt kell nyomni. Nagyon jó is ment a Norbi. Meg jó a gép. Mondjuk a gumi azért az meg lett gyalázva. De ez az a pálya, ez összejogom. Összejogom, nagyon. De nagyon büszke vagyok erre, mert hogy ugye idén az összes szuperpolt, az összes polpozíciót megszereztük. És ilyet se csinált még senki. És ma meg lehet a 101. győzelem, meg a 102. Úgyhogy ez nagy eredmény, és nagyon büszke vagyok. Ne, jók vagyunk, tényleg. Jó. Fekszik ennek a fiúnak ez a pálya nagyon. Hát meg a csapat. Ugye? Figyelj, itt csöpög a professzionalizmus, G. Nem tudsz leejteni úgy egy 10-es kulcsot, hogy leérjen a földre. Azonnal felszedi valaki. Röttében. Hát tényleg mindenki jó. Látszik, hogy össze vannak szokva a srácok. Mindenki tudja, hova kell. Mondjuk szögelni még nem láttuk őket, de szerencsére nem is kellett. Jó, de azért látszik már a gépen, hogy ez már visszajött a Donkanyárból kétszer. Háborús évek duplán számítanánk. De hát ez ettől szép. Látszódjon rajta, hogy oda van téve, amikor oda kell tenni, nem? Büszkék vagyunk rá nagyon. Vigyázz, mert el fognak ütni, azt nem fizetnek. Engem észrevesznek. Ja, igen? Nem is vettem észre. Tudunk ilyeneket. Szemtelenül gyors a hétvégén a magyar fiú. Most nagyon jól kaptad a flót a legendát. Nekem is váratlanul erősek vagyunk. De azt hozzá kell tenni mindenképpen, hogy fújhatnád az egészet, ha nem lenne mögötted a csapat, mert annyit ér a pilóta is, amennyit a csapat, és igazából én így gondolom legalábbis. Nálatok azért ilyenkor, ha azt nézem, 2, 4, 6, 8 ember azonnal dolgozik a... Most mondjuk különösen sokan vagyunk, hiszen ugye ez utolsó verseny hétvége, és majd ugye megyünk este a Diátadó gálára is, úgyhogy most tényleg, aki egész évben bármit dolgozott technikailag, az itt van, de egyébként ennél egy picit kevesebben szoktunk lenni. De valóban igen egyébként, főleg itt a kamion EB-n, ahol ugye mi vagyunk a konstruktőrök, mi építjük az autót. Ezek az emberek nélkül nem lehetne ezt csinálni, ez nem egy márkakupa, meg nem tudom, hanem ez tényleg ezek az emberek építik. Az első, hogyha a motort kérdezik, hogy a motort béreljük, oké. Okay. Viszont az összes többi mindent tényleg mi építjük. A fülkébe, a kapcsolókat, a műszerfalt, az elektronikát, a kábelezést, a levegőrendszert, a fékrendszert, a hűtésrendszereket, tehát a motor, az intercoolert már mi találjuk ki,
a futóművet, a mindent. De ugye most azok a srácok is itt vannak, akik amúgy a háttérben, otthon dolgoztak a gépen mondjuk heteket, hónapokat. Igazából ők már nem kellenek magához az üzemeltetéshez, de ők kábeleztek, csavarodtak, szögeltek ugyanúgy rajta. És hát azért mutassuk már meg őket is, mert azért nélkülük nem lenne ez az egész. Meg nyilván a Bálint nélkül, aki ezt összerakta, meg finanszírozza, de én úgy gondolom, hogy jól óra tett, mert domináns lesz szezonod van, öregem, domináns. Az összes időmérőt megnyerted eddig? Igen, 100%-os eredményt értünk. És ez volt a 101. győzelem. És a 101. győzelmet is sikerült karrierem során, igen. Úgyhogy jó hétvége. Na hát igen, hát a srácok, hát akivel a legrégebb óta együtt dolgoztak, egyébként a Bakó Csabi a versenymérnököm. Aki egyébként nem csak mérnökös dolgokat csinál, hanem látod, hogy jön, megy mindig ő is. Imád olajos lenni. Igen. Úgyhogy csináljon meg, hát hogy az autó setupolása itt az elsődleges feladata. Hát ott most is gúnyomást állít, meg ilyenek. Ugye cserélgetjük előre-hátra. Szia Csabi, integessük! És aztán... Gyere, Gyi! Ugye itt balra meg, aki benn van a képben, ugye a Pap Zsolti. Ő a révésznél dolgozik, nagyon révésznál dolgozik. Nagyon hosszú évek óta. És a Tiszaújvárosi telephelynek a vezetője. Akinek a kollégája Róka Sanyi, aki ott le van hajolva. Aki szintén... Öreg motoros. Hát igen, a Bálint alak. Szerintem a Bálint kamionos kezdetei óta együtt dolgoznak, és sokszor mesélik a sztorikat, ahogy az IFA-t szerelték annak idején télen, mikor még csak egy autóval kezdett el a Bálint sofőrködni, meg minden. És de itt igazából mindenki a teherautós cégből bizniszből. Igen. Hát az emberek nagy része, ők vagy a Révésztranszban dolgoznak, Tiszaújvárosban, vagy ugye a Kecán és Társa műhelyben, ugye Nyiradonyban. Mutassuk be őket, és akkor még itt oldalt vannak egyébként most pont a révészesek. Imike, ő is ott dolgozik Tiszaújvárosban. Mackó Gábor, ő a Révésztransznak az ügyvezető igazgatója egyébként. És nagyon sok elektronikai dolgot az autóban ő csinál, mert hobbija így az ilyen elektromos kütyük, meg az ilyesmik. Szervusz Gábor! Meg hát vigyázó szemeivel felügyeli itt a helyzetet. Pap Mario, aki szintén Tiszaújvárosban dolgozik, és ott szerelő a Révésztransznál. Ővel is együtt dolgozunk, és akkor itt jobb oldalt van a Kecán Pisti, aki a Kecán és társa műhely tulajdonos, ugye Nyiradonyban. Ki van a Csibész Csík Pisti? Benne leszel a tévébe? A Csibész Csík kint volt, vigyázz meg! És ugye a csapat kezdete óta, ugye 2020 eleje óta ott náluk az ő műhelyükben van a csapatnak a bázisa. És akkor a Pisti is sem esen, ugye annak ellenére, hogy ő a cégvezető, és hát van neki elég gondja baja, nagyon sokat foglalkozik az autóval, és dolgozik rajta, és nagyon a szíve ügye. És ugye neki az egész műhelyben az emberek, szinte mindenki hozzátesz valamit, és dolgoznak rajta. Ott most Sanyival dolgozik együtt, aki szintén Nyiradonyban dolgozik. És nézd, a kislány már téged vár, hogy írd alá neki, engedjük el, mert ez fontos. Anyagbeszerző egyébként, ott azt hiszem Nyiradonyban a hétköznapi munkája. Itt meg ugye a versenykamiont csinálják a Pistivel együtt. Szóval ez egy nagyon-nagyon nagy kiterjedt csapat. Sokan vagyunk, igen. És nézd, tudod mi a legszebb az egész, hogy ide jönnek a gyerekek, akik semmilyen nyelven nem beszélnek, de tudják, hogy itt a campeón. Menjél, írd alá neki! Folytassuk ezt már, jó? Menjél, persze! Már nem lesz szükség a vízre? Nem tudom, hogy csinálj, Zsolti. Lehet, hogy már nem. Tele van a kártáj? Szerintem igen. És akkor itt van még a... Na mindegy. Igen, itt vannak a többiek is. Ugye? Rendkívül jó szakácsaink és sofőrjeink. Rendkívül jó szakácsaink és sofőrjeink. Nem is tudom, hogy jobb sofőrök-e vagy jobb szakácsok-e. Mert hát ettél kaját. Hát hibátlan. El vagyunk kényeztetve.
ugye a Misi jobb oldalt és a Imi, aki most épp beszél, ugye ők vezetik a két szerevényünket, ugye körbe Európában, minden versenyhelyszínre. Ők már most végén voltak otthon. Igen, mert most ugye Franciaországból ide átjöttek egyenesen. És mire mi ideértünk a repülővel, addigra a sátor föl volt rakva, a szerszámok ki voltak pakolva, minden, úgyhogy hősök a srácok. Mert nagyon sokat dolgoznak. Úgyhogy, és amikor meg ugye egy verseny hétvégén vagyunk, kipakolás után, akkor meg ugye elfoglalják a konyhát. És mennek a boltba, hogy tudom, főznek ránk. Tehát, hogy elkényeztetnek bennünket. A hölgy Zsófi, ő ugye a... És a titulus a ügyvezetői asszisztens. Csapatmenedzser? Igen, igen, a csapatunk ügyvezetőjének, ugye a Vikinek az asszisztense, a csapatmenedzser. Ő intézi így az ügyes-bajos dolgainkat, tudod, hogy mikor, hova, merre menjünk, mit, hogyan, mit. Szervez mindent, hogy mi a feladat. Kozák Kati, akiről még nem beszéltünk, ő is már évek óta a révésznél dolgozik. A nyíregyházi focicsapatnak is volt az ügyvezetőigazgatója. Nálunk a révész részének is volt az ügyvezetőigazgatója. És most az alapító ügyvezetőigazgató. És most is ugye hát már nem volt ügyvezetőigazgató, de attól még ugye dolgozik velünk, és ő is ugyanúgy vendég. Szponzor kapcsolattartás, meg szponzorokkal való ügyintézésbe, meg rendezvényekbe, meg mindenbe. Ugye dolgozik velünk, és sokat foglalkozik azzal ő is, hogy a csapat dolgai rendben legyenek. Akkor összesen elmondható, hogy hát azért 40-50 ember van maga mögött, az egész mögött. Arvin? Hát az irodában páran dolgoznak még, akik ugye a hétköznapi révész transzos vagy révész logisztikás munkájuk mellett egyébként foglalkoznak a versenycsapatnak az ügyes bajos dolgaival is. Úgyhogy hát ha 40 ember, hát annyi talán nem. 30. De egy 25-30. Eddig tartam úgy most így szezon végén, szétszeditek. Ennek sosincs vége, amikor egyszer belekezdesz az autósportba. Nem, se eleje, se vége. Most szétszeritek, és akkor teljes revízió vázig? Hát még októberben lesz egy pár ilyen szponzorrendezvényünk, meg ilyen kivonulós rendezvényünk. Én kitaláltam egy nagyon jó gerilla marketing videót, majd elmondom. Na jó, oké. Okay. Várjuk az ötleteket szívesen. Megyünk ugye a Rally Hungary Nyíregyházán, Rabócsi Ringre is, lesz egy másik rendezvényünk is a Rabócsi Ringen. Balaton Park Circuitet is ki fogjuk próbálni. Most októberben ott is lesz egy rendezvényünk. És akkor hia utána, közben megbeszélések, hogy akkor mit csináljunk a télen, mit csinálunk jövőre. És tudod már, utána... hogy mink kell fejleszteni? Vagy tudjátok, hogy mink kell? Mert ugye most fogadkoznak az ellenfelek, hogy jövőre majd ők is, mert most már odaérnek, meg alát fűtenek. Tudod, hogy mi az, amin kéne javítani? Meg van majd nagyjából halványan? Hát, elég jó helyen vagyunk egyébként, szerintem elég optimálisak vagyunk egy csomó szempontból. Ami érdekessége lesz a jövő évnek, hogy elvileg egy új keverékű gumi lesz, egy más keverékű gumi lesz, aha, amit a Goodyear hoz. Elvileg egy picit lágyabb lesz, és esőbe, meg egykörön lehet, hogy egy picit jobb lesz, de még pontosan nem ismerjük ennek a részleteit. És hát azt kell majd, az biztos, hogy egy picit újra kell értelmezni a beállításokat, meg minden, hogy ki kell próbálni, hogyha kapunk belőle egy szettet majd. El kell menni tesztelni, meg kell nézni az autónak milyen a balansz, és akkor arra kell majd reagálni valószínűleg a gumira. De ezen kívül, hát tudod, a precizitásba lehet elveszni a végletekig, tudod, hogy tényleg minden milliméter ott legyen, ahol kell lennie, vagy a szabályzat által engedett limiten legyen a maximum. Szóval alapvetően az autó az így most jó. Aha, de elérhetőek fel, aha. Hát meg te látod, megyünk Le Mans-ba, ami egy tök más karakterisztikájú pálya, tök más aszfalt minőséggel, és ott is erősek vagyunk és versenyképesek vagyunk. Utána idejövünk Spanyolországba, ott ráadásul hideg is volt nagyon, utána idejövünk Spanyolországba, itt meg ugye 35 fok, tök meleg, érdes aszfalt, nagy huplis régi pálya, és itt is versenyképesek vagyunk. Lehet, hogy egyébként az autó, nem tudom, tud mindent. Itt most nagyon jó. Tök jó az egyensúly, tök jó a balansz. Jó vezetni. Persze nyilván, hogy finoman, pontosan kell vezetni a gázon, nagyon óvatosan kell bánni. És tudod, a nagy tömeg miatt inkább 99%-ot kell menni. Ballafékezel amúgy? Mert igen. Kicsit. Mindig. Stabilizált? Hát nem, mindig. Mert ugye
a turbólag miatt kell egy picit a gázra korábban rálépni, hogy elkezdjen a turbo elindulni, hogy már legyen valami boost, mikor tényleg el kell kezdeni kigyorsítani. Ezért jobb, ha ballal fékez az ember. Balra fékezed, és jobban mász a gázon, és csak lelépsz róla kvázi. És a visszaváltás, ugye szinkronváltónk van, de tudsz, hogy szinkronváltónk van, de ugye a visszaváltást meg lehet csinálni kupling nélkül is. Vagy nyomom a féket, adok egy nagy gázhocsot, és közben visszatolom, akkor visszatartam a szinkronváltón. De fölváltásnál nem lehet kupling nélkül, mert akkor nem megy be. Vagy max, ha elveszed a gázt, és akkor várod, hogy lekerregjen, és akkor beakad, de hát ez nem jó. Azt meg kuplunggal gyorsan, de a visszaváltást is visszaveszi szépen. Mit persze nyújt. És én már az elejétől kezdve így megyek. Látom, hogy van, aki egyébként a jobb lábával fékez, mert az is biztos, hogy hátrány. Tehát most ugyanezt a motort kiberélik, mint mi, ugyanekkor a 2,5 másodperces turbolagja van, mint nekem, és jobb lábbal fékez, és utána visszalép a gázra, és akkor várja kigyorsításnál a csodád lett. Az hát lehet. Biztos, ugye, hogy ott veszít. Ez biztos, hogy veszít. Tudsz fékezni, meg ugye a hirtóval, hát jó a pedálod. Ja, nem, arra nincs szükség, de hogy... Ugye, akkor tudod tartani a gázt, meg betaposni a féket. De nem, nincs el szükség. Sőn, balla fékezek. De igazából balla megfékezed, az jó vagy. Aha. Fixen balla fékezek végig. Úgyhogy nem kell ezek a bajod elávaiddal. De jó, Norbi, még egy futam van ma. És utána meg az ünnepélyes díjat. Kihagytunk még ki. Szerintem a csapatból valakit kihagytunk még. Kihagytunk? Van ugye a Márti, a barátnőm, hát aki igen, szintén csapattagnak számít. És ugye jön velem, és ugye fotóz ugye a Facebook oldalainkon. Hát meg úgy, hát most a hétvégén nem tudom, mit csinált vele, de kondicionált erősen, mert nem. Ja, a szegény beteg volt. Most ugye a lománi hétvégén én voltam beteg. Nem tudom, van, amit csinált vele. Ja, hogy ő mit csinált. Most nagyon jó mész. Úgyhogy... De hát itt mindenki barát, meg haver, meg csapattag, meg ez tényleg ilyen családias az egész nagyon. Ja. Rattul az. Rattul az. Meg tényleg mindenki a szívét, lelkét belerakja, de hát, hogy... Csak így érdemes. Az a jó, hogy tényleg senki se azért van itt, hogy legyen hol dolgoznia, hanem ez mindenkinek egy extra teher még egyébként a meglévő révész transzos munkájára. De megint megvan az eredmény. De szeretik csinálni, remélem élvezik. És... Már megkérdezik őket. Majd este kiderül úgyis. Ja. Na, van még a díjátadó, meg még egy futam van? 102. Ja, még egy fordulatváltás. Azt meg kell csinálni, egy fordulatváltás. Nagyon kemény a Sasha, meg az Antonio, 3 pont különbség van egymással. Most gyilkolták egymást most is. És a harmadik hely az azért jó, mert azért kapsz ilyen hivatalos FIA-s bajnokos serleget az első 3 kap, a negyedik már nem. Úgyhogy... Pénzdíjjal érte? Pénzdíj az ilyen pár ezer eurós pénzdíj van. Az itt nem szoroz. Nem a pénzért megyünk. Úgyhogy, és ez most itt a fordulatváltás versenyen fog eldőlni köztük, hogy mi a helyzet. Te meg ott vagy mögöttük. És a Sasha van 3 ponttal, az Antonio előtt, viszont a rajtaváltáson a Sasha van hátrébb, most a fordulatváltás is miatt egy helyen hátrébb van, mint az Antonio. Úgyhogy ott lesznek előttünk, szerintem vére fognak menni azért a harmadik helyre, én legalábbis az ő helyükbe vére mennék, mert az a serleg azért az jó. Azért az jó. Azért egy dobogó egy Európa bajnokságon, meg a velejáró serleg, meg minden azért az jó. Én arra rámennék, én azért vállalnék egy pici extra kockázatot a helyükbe. Úgyhogy ez ott lesz az orrunk előtt, most ezen a fordulatváltásos versenyen. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, hogy mennyire fogják szétnyírni egymást. Hát mi lesz, úgyhogy, neked kell. Úgyhogy én óvatos leszek, megpróbálom nem kilökni őket, megpróbálok nem beleszólni a csatába. De ha véletlenül egymás kilökik, akkor viszont megelőzöm őket, aztán ciao. Hol van, Norbi, csinál? Úgyhogy jó, ezt hát meglátjuk, észre megint próbálom. Megint fiatalok, látod? Nagyon jó, úgyhogy le is veszem rólad a mikrofon. A dedikálásnak sosincs vége. Sosincs. Szegény Steffi Hahn nagyon rosszul járt az előző balesetnél, ugye itt vannak, nézzék meg Norbiéktól 20 méterre. Most motor cserélnek a versenykamionjában. De nézd meg, megroppant az olajszűrő, még most is engedi ki a, hát nem tudom, kártergáz vagy olajfüstöt a motor. Nézd meg, kiukadt a víztartály, ugye ezek az oldaltartó idomok. Kiukadt a víztartály, ez egy 3 percig nyomta fel a vizet magasra a kabin fölé. Meg hát minden. Nem sokára kezdődik a következő verseny. Ja, addig gyorsan motort próbálnak csinálni, és jól látjátok, hogy igazából itt... Látjátok? Ilyen szerelő, olyan csapat, olyan szerelő, ilyen csapat, az egyik tárgoncát hoz, a másik... Szóval, na... Ez nagyon szép dolog.
hogy segítik egymást. És ha elnézel arra így a kamion mögött, akkor láthatod a Steffit blázzal a szájába az 50 kilós szőke csajt. Most ott van hátul épp Alcatrace-t, most nézzé. Ő volt az, aki, hát nem látni pontosan, mert nincs meg a közvetítés, nem is értem. Az idősebb Rodriguez-zel mentek össze, és akkor beléjük csapódott még az a Scania, aminek aztán a kabinja az off-os is lett, úgyhogy ezt meg is mutatjuk már nektek. Jól látszik a turbón még a szűkítő, az a zöld. De hát itt azért sokan mondják, hogy jó, hogy 160-ra van limitálva minden, az van, hogy 160-nál egy 5,5 tonnás kamionnak akkora a helyzet energiája, mint 360-nál egy Forma 1-es alatt. Szóval itt a külsőre kicsi összeérés is iszonyú nagy erőhatásokkal járt. Nézzétek meg, 65-ös cső a lökhárító, meg ez az oldal kvázi határoló cső, ami hát nem is tudom minek mondja, az idomokat tartja. Hát az aláfutásgátló, igen, az előhátul, de hát az gyűrődik, mint a ropi, és a 65-ös cső az azért vastag. Ezt látjátok ti is. Úgyhogy már kapja a másik motort. Szerelnek le mindent, köteget, olajszűrőt, szivattyút. Keményen dolgoznak, hogy az idén utolsó futamán el tudjon indulni. Na hát ennyi mindent kellett ledobni róla. Szóval látjátok? Ezt már vágni kellett. Nézd meg, ez innen kiszakadt. Gondolhatjátok, hogy mi erők vannak itt, baszki. Azért az kemény, nem? Annak nézett ki, vagy nem, az volt, vagy nem, egy biztos. Esetleg lőtték. Kis Norbi ötszörös Európa bajnok. Hát, kemény dolog ez a kamionverseny. Nem úgy tűnik, de ha itt vagy, megnézed. Hát, ha lesz otthon, ha lesz, akkor mindenképpen menjetek el. Tapsoljátok meg ezt a srácot, aki itt jön elő. Na ennyi. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a hosszú hétvégén. Iratkozzatok fel YouTube-ra, TikTok-ra, Instagram-ra, kövessetek be Facebookon is, és menjetek ki a kamion ebédre, mert rohadtul érdemes.
ott a lent, meg lett neki a harmadikáig.